István király megépítette a Fehérvári Temérdek négy tornyú kőtemplomot, és templomokat építetett Veszprémben, Budán meg Nyitrán, és Fehérvárra, Budára meg Veszprémbe, káptalanokat rendelt a templomok mellé. Klastromot épített a Bakonyi hegyek között, apátságot aracsára, monostort sárra, és szerte az országban minden püspöki városban és királyi várban plébániákat. Megépítette Békésvárát és Aradvárát, meg Zarándot, Temest és Torontált, a Szamos mellé pedig Szatmárvárát, és a körös vize mellett a régi bihari győrvárat megépítette. A templomoknak arany és ezüst edényeket, meg kereszteket ajándékozott, amiket bolgárföldön templomokból harácsolt. Könyveket és képeket adott a klastromoknak és monostoroknak, meg földet és szolgáló míves népeket, meg földművelő rabokat és pásztorokat. A tartományok minden népeire pedig reáparancsolta a Krisztus vallását, és az ispánok katonákkal hajtották, ha kellett a népeket keresztvíz alá, és nagy ünnepeken a templomba. Sokan a nemzetségi nagyurak és ispánok meg komeszek közül is templomokat, meg plébániákat és klastromokat építettek szerte az országban, hogy kedvében járjanak a királynak. Mindelőtt a német komeszek közül Vecelin úr, meg Pázmány és Altman urak és a ják meg a miskolc nemzet, azután abafia Sámuel úr is. Csanád úr pedig az oroszlámosi dombra épített klastromot, és odatelepítette telepítette Marosvárából a görög barátokat, a vári templomba pedig német főesperest kért a kalocsai püspöktől. De egyetlen egy templomot, avagy monostort, s egyetlen várat nem épített a király erdőelvi földön s a tartomány hódoltatására sem adott sereget. várául az egyetlen fehér várat tartotta, és a tartományt a marostorkától a víz mentén a várig, és azon felül az újvári sóbányát csupán. Slábát nem tette erdőelvi földre soha többet. nagy rendet és békességet tartott az országban a király. Mert erős volt és hatalmas, és kemény, mint a sziklakő. Mindent tudott, és mindent meglátott, és súlyosan ütött az ökle meg a korbácsa, és éles volt a kardja. Tisztelték és félték minden népei, engedelmesek voltak, és mukkanni nem mert ellene senki sem, de tisztelték és félték a szomszédos országok és birodalmak is mind, mert gazdag volt a magyarok országa aranyban és ezüstben, legelő állatokban és szolgáló népekben, meg katonákban. És nem volt immár más úr az országban, csak egyedül István király. Éppen tízesztendővel azután, hogy a király harmadik gyermeke meghalt, fia született Gizella királynénak. És a szülők a gyermeket egy akarattal királyi atya fia nevéről Henriknek keresztelték, aki magyar nyelven annyi, mint Imre. A gyermek szépen nőtt, gyarapodott, és amikor ötesztendejét töltötte, a király Sógorát Velencés Ottó herceg urat kérte meg, hogy küldene szent életű és tudományokban is erős papot, aki nevelné a király fiúgyermeket gyermeket keresztény hitben, és tanítaná a szükséges világi tudományokra. Otto herceg a városabeli Gerardus barátot küldötte el a királynak, akit a magyarok Gellért papnak neveztek. A király boldog volt. És szívében háládatos az Istenhez, mert imre egyetlen élő gyermeke volt. Büszke és erős vár volt Fehérvára és a magyarok királya fényes és gazdag udvart tartott benne. A palota kapuja nyitva állott mindenkinek, és nem kért hiában fedelet és nyugvóhelyet senki, aki szükséget szenvedett. Udvarába fogadta Bruno urat, Augsburg püspökét, és tartotta a lengyelből hazafutott Judit nényét és annak fiát, Otto herceget testvéri szeretettel és megbecsüléssel. Történt azután, hogy sógorának, Velencés Ottó hercegnek futnia kellett a maga tartományából. A hercegasszony, István király testvérhúga, Péter fiával együtt királyi bátyjánál keresett és kapott oltalmat és hajlékot. Velencés Péter akkor 15. esztendejében volt, és nyúlánk, barna bőrű, fekete hajú és fekete szemű, szép legény fiú, gyors eszű, fürge, urak között forgolódni tudó művelt beszédű, és járatos mindenféle fegyverforgatásban s hadimesterségekben. A király örömmel fogadta az ő húgát és öccsét, és örvendett a királyné is, mert tetszett neki az ügyes viselkedésű barna itáliai úrfi. S az ő kértére a király Péter öccsének parancsa alá adta a testőrző zászlót. szépséges nyárelei napon volt Imre Herceg 12. születése napja, s azon a napon Gellért pap a király elé járult. A munkát, melyet vállaltam uram és királyom, íme megtettem. Herrik úrfi kinőtt az én gyenge kezem alól, és eljött az ideje, hogy most megtanulja azt, amire én nem taníthatom meg, mert magam is tudatlan vagyok abban. Én megtanítottam engedelmeskedni, most meg kell tanulnia parancsolni. Megtanítottam, hogy az igazságért szenvedést, és ha kell halált vállaljon, most meg kell tanulnia, hogy az igazságért fegyvert vonjon, és ha kell öljön és gyilkoltasson. Megtanulta, hogy aki fegyvert fog, fegyver által vész el. Most meg kell tanulnia, hogy bizony elpusztul az, aki idejében nem vonja ki fegyverét. Megtanítottam, hogy az igaz ember megbocsát azoknak, akik ellene vétenek. Most meg kell tanulnia, hogy irgalom nélkül büntesse azt, aki ellene támad. Mindazt kell most már tanulnia, amihez én nem értek. Amit nem tudok, amiben nem hiszek, amit nem is akarok tudni, mert ellenkezője annak, amit hiszek, és amit Krisztus Urunk élete példáz. Most tehát, bocsáss el engemet kegyelemben, Uram és Királyom, hogy szolgálhassam az én Uramat, Istenemet, az én lelkem szerint. S Gellért pap, gyalog és mezítláb, durva csuhában és kenderkötéllel a derekán, hajadon fővel, elindult a bencés klastromba, aki a bakonyi rengeteg tölgyerdőségek között volt, hagyott magánosságban, jámbor imádkozással és elmélkedéssel, szigorú bőjtel, virrasztással szolgálja az ő kegyelmes és mindenható urát, az egy örök Istent, és az ő keresztre feszített egyetlen fiát, és a maga halhatatlan lelke üdvösségét. Imre Herceg pedig mostantól kezdve új iskolába került. Tanult nyilazni és kopjával támadni vágtató lovon, karddal viaskodni és dákossal szúrni. Megtanult szilaj katonák élén lovagolni, és vezérképpen parancsolni rikkantással és kürtel és kardjaintésével. Megtanult páncélosan, hosszú láncsával és nehéz egyenes karddal német módra verekedni és embertölni. Megtanult támadni és védekezni, olasz módon finoman, német módon durván és magyar módon fortéjjal. Megtanult várat vívni és várat védelmezni. Megtanult ellenséget kémlelni, cseltvetni, lesbecsalni és letiporni, és megtanult bátran és okosan megfutni. S megtanult szilai katonanótákat és édes virágénekeket. Azután megtanulta a mezőn való mindenféle munkák rendjét, s az állatok tartásának és nevelésének rendjét, a földek szántását, a magvetését, a gabona aratását és takarását, a guja, a ménes és a birka legeltetési rendjét. A halászok munkáját, a vadászás mindenféle módját, a vaddisznóra való vadászást kelevézzel, gerejjel és széles vadászkéssel, a szarvasűzést lóháton, kutyákkal és cserkészést nyillal, és mindenféle nyomok olvasását. Azután megtanulta az udvari dámák körül való legénykedést is. Kóborregősöktől megtanult szilaj és vad, diadalmas és szomorú énekeket régi időkről és régi emberekről, régi harcokról és régi dicsőségről, régi bánatokról és régen elszikkadt tenger sok kiontott vérről. És szúrós nézésű, sárga orcájú, vágott szemű és csimbókba font hajú vénemberektől furcsán egyhangú énekeket tanult, amik hasonlítottak valamennyire a papok szent énekeihez, de mégsem azok voltak, mert a szavuk magyar volt, és a nótájuk is tovább zengett lelkében, és inkább belefészkelte magát a szívbe, mint a latin barátének. Tanulta végül Imre Herceg, az országon és népeken való uralkodás tudományát. Megösmerte idegen országok és birodalmak népeit és szokásait, és császárok, királyok meg hercegek erejét és hatalmát és gyöngeségét és nyavajáit. És megösmerte a magyarok királyának dolgát, gondját, kötelességeit, jelen való aggodalmait és jövendő reménységeit. Ezeket a tudományokat tanulta Imre Herceg 12 esztendős korától kezdve, hogy a jámbor életű és szerít pap keze alól kikerült immár. És sok tanító tanította most, és sokat kellett egyszerre tanulnia. Imre Herceg engedelmes volt, és tanult mindent szorgalmasan s mindenkitől de legtöbbet Velencés Péter atya fiától tanult, legszívesebben pedig leányoktól és asszonyoktól. És minden, de minden, amit megtanult, éppen az ellenkezője volt annak, amire azelőtt Gellért pap oktatta volt, és amiről azt tanította, hogy Isten parancsa, melyet az ő egyetlen fiának élete példázott egészen a keresztfáig. De Imre Herceg nem gondolt ezzel, csupán nagy igyekezettel és szorgalommal tanulta az új tudományokat. Mert így kívánta az ő atya, a király. És ő engedelmes fia volt atyának, mint azelőtt engedelmes tanítványa Gellért papnak. És Imre Herceg sugár, karcsú legény volt, de nem igen hosszú. Orcája színe fehér és piros, haja szőke, mint az édesanyjáé, szeme is kék és tiszta, s hangja is, az is Bajor Gizella hangja. Nagyasszony napján, esztendei törvény napra, s király tanácsába gyűltek az urak Fehérvárra, ahogy azt István király jó ideje megparancsolta volt. Eljöttek a király törvénye szerint az ország hét püspökei, a négy monostor apáturai, s minden káptalanok préposztjai, a királyi várak ispánjai, s a német és olasz komeszek, de a régi törvény szerint jöttek el a törzsi hadnagyok maradékai meg a magyari nemzetségek főemberei. A törvénynapokra azután felsereglettek az ország minden részéből a panaszosok, akiknek a király osztott igazságot maga személyében. Két napon át ítélkezett ország előtt és urak tanúságával a király szakadatlanul a hozzája sereglett urak, komeszek, nemzetségek és szabad emberek főben járó dolgaiban, amikben csupán a király ítélhetett, és más senki. Harmadnapon az ispánok számoltak el a királynak a várakról, meg a tartományokról, népekről, meg katonákról, terményekről és állatokról. És az országban való várak és tartományok ispánjai békességről számoltak, és gyarapodásról. De Budafia sebős úr, a napnyugati tartományok határőrző ispánja nehéz nagy kártelésről számolt. Mert a gyepűn, ahol ő parancsolt. Nyárindulás óta nyughatatlankodtak a bajorok, és az osztmárki zászlója egész sopronig szávguldotta és dúlta a tartományt, hajtotta el az állatot és a népeket rapként. S a határőrző zászlókat a fertőtóig nyomta vissza a lajta vizétől. S az ispán a királytól kért erőt, mert maga erejével nem bírt a bajorral és az osztmárkival, hogy mind sűrűbben támadnak s bátrabban. De több erőt a királytól hiába kért eddig, az nem adott. és ő ország színe előtt mondja most, hogy nem felel a kárért. A király csak ennyit mondott az ispán számadására. Tudom, s most is hiába kérsz, sebős. Királyi hadat nem adok oda most sem, de szemem nem látja meg, és én nem tudok arról, ha valaki urak s vitézek, maguk akaratjából megszáguldanák, sprédálnák a németek földjét. Ti urak meg türelmesek legyetek, és várjatok, amíg eljön az ideje, hogy megsegítselek, mert titeket én nem sajnálok, akik elfuthattok és kitérhettek a hadak útjából, hanem a szegénységet. Aki nem térhet ki könnyen, mint itt, s akit pusztítanak és rabnak hajtanak. A király megkereste szemével az urakat, akiknek szállása a nyugati gyepű mentén volt, és a rába meg a rábca mentén, vasban, zalában meg mosonban. De azok mind német és olasz komeszek voltak. Magyar nem volt közöttük egy sem. És jó ideig senki nem beszélt. Azután csanád úr szólott. Vajon mitől nőtt meg egyszerre bátorsága a bajor uraknak és az osztmárkinak? A herceg biztatja őket. A herceg tízesztendős gyermek, dörmögte sebős ispán. De Konrád császár fia, vetette oda bajor Hermán komesz. Mire csanád csendes szóval mondotta. Akkor hát a császár biztatja őket. A király nézte az urakat, és hallgatta beszédjüket. De nem szólt akkor sem, és szeme nem rebbent, hogy szavára az urak mind reánéztek. püspököket is számadoldatta a király, és jó részük azoknak sem panaszolt. Mert amióta a király kemény parancsal a népekre és a nemzetségekre parancsolta Krisztus egyházát, azok rendesen keresztelkednek, járják a templomokat szorgalmasan, s fizetik a dézmát plébánosnak, püspöknek. Csak még mindig kevés a szolgáló pap, s még kevesebb köztük a magyar. A káptalani iskolákba és klastromokba ritkán kerül magyar gyermek klerikus tanulónak. S rendesen abból se lesz pap, hanem ha legény sorban nő, búcsú nélkül hagyja ott az iskolát s klastromot. Miért, hogy a német is, meg a szláv is marad, a magyar pedig elmegyen? De se ispán, se urak nem kergetik vissza. A király hallgatja a püspököket, azután szól. Halljátok ezt, urak s ispánok! Az urak jól hallották és értették a püspökök szavát, de csak morogtak és húzogatták a vállukat, s voltak, akik fel se néztek, vagy lehajtották a fejüket. A király pedig nézte őket szigorú tekintettel, s szeme vazul úron állott meg, aki szembenézett vele, és egy cseppet, mintha elmosolyodott volna. A király szeme megvillant, jó kedved van, atyám fia. Vazul úr elkomolyodott, de szeme a királyon maradt. Eszembe jutott, hogy vajon a püspök urak s apátok, s még a barátok közt is, aki régen is eszi itt ez ország s nép kenyerét, s megkapja nyugodalmát és oltalmát, miért, hogy alig tanulja meg egy is a mi beszédünket? de mind neveti és csúfolja a mi erkölcsünket, kisebbíti nemzetünket, s nem ösmeri maga gazdáját egy is. Mert ha ösmerné, tudhatná, hogy szabad magyarnak nem parancsolhatja senki, hogy pap legyen, avagy barát, ha nem akar. és hogy nem akar, azt idegen csudálhatja csak, mert mind a német, meg olasz, s szláv a nyugodalmat szereti és a fallal kerített várost, a bézárt büdös házat, meg a gyalogjárást s ülést. S szívesen szolgál, töri derekát a reászabott munkában, ha bizonyos élést és fedelet kap, s az ő gondját leveszi gazdája. De a magyar olyan, mint a vadmadár. Ha kalickába zárod, elpusztul és sorvad. A gyalogjárás sem szokhatja ki, mind lóháton jár. S a sok beszédet megveti, és szeme nem szereti az apró betűt, de a napba bátran belé néz. Ezt nem tudják mái napig, a püspök urak apáturak, meg esperesek és kanonokok, ahogyan nem tudják megtanulni a beszédünket se. De csodálkoznak és haragosak, és panaszolnak neked uram, hogy nincsen magyari nemzetből való pap elegendő. Vazul úr hallgat már és hallgat a király is. Nézi még egy ideig atya fiát, komolyan s elgondolkozva, azután bólint, s a papoknak mondja. Az iskolákba parancsolok nektek magyar fiú gyermekeket, de aki szolgáló idegen nemzetű pap, három esztendő múlva nem szól a mi nyelvünkön a minépünkhöz, azt kihajítom ez országból. Hagyasszony napján, esztendei törvény napra, István király parancsára az urak Fehérvárra gyűltek össze. Budafia sebős úr, a napnyugati tartományok határőrző ispánja, a bajorok és az osztmárki zászló dúlásairól panaszkodott. De hiába kért királyi hadat és erőt. A püspökök azt panaszolták, hogy kevés a szolgáló pap, s még kevesebb a magyar. Taksony maradéka, Mihály fia vazul pedig azt, hogy a püspökök s apátok, de mind a német meg olasz s szlávurak közül alig tanulja meg egy is a mi beszédünket, de mind neveti és csúfolja a mi erkölcsünket, kisebbíti nemzetünket. Különvaló nagy panasszal jött a kalocsai püspök a király színe elé. A Tiszántúri földön nem épül az egyház, hanem romlik erősen. A Marosvári tartomány papjai is panaszolnak, de a Bihari Esperes temploma megürült, és a Szamos meg a Körös mellékén, ahol templom épült, a falu elköltözött, a nyáj elszélett. Tonuzoba úr szállásairól a vándorló, prédikálós, tanító papokat elkergeti a besenyő, s egy barátnak csúfságból fülét vágták le. Az erdőelvi tartományban esztendő óta egyetlen pap van csak, az is a várban. A királynak megdobbant a szíve és elsápadt. Csanád úr, hallod? Így van é. S erdőelvi Zoltán úr, számolj, s felejjetek. Csanád ispán és erdőelvi Zoltán úr bólintottak. Úgy van, nagy úr, ahogy a püspök úr mondja s Szabolcs nembeli János úr, a biharvári ispán is azt mondta. Úgy van. István király csanádra nézett. Te szólj! Amit a püspök úr mondott, igazság. De nem régen püspöke kalocsának se, aki a Duna mellett van, s nem ösmerheti a Tiszán túlvaló földet, meg erdőelvét, mert lábát oda bé nem tette soha. És semmit abból nem tud, mi s hogyan volt ott egykor. De te, nagy úr, tudod, hogy amikor Gyula Vajdát uralta a Marosvári tartomány, meg erdőelve, papok voltak várában, erdőelvi fehérváron püspök is, meg klastrom és iskola és akkor még a Dunától napnyugatra való egyetlen várban sem volt temploma és papja az Istennek. Tudhatod, uram, a vajda is, meg ajtonyúr is, de apáik is már megkeresztelkedtek volt, és sokan a tétény törzs nemzetségi urai vállalták az új hitet, akit görögföldről és bolgárföldről hoztak volt be és senki akkori időben nem bántotta volt a népek között prédikáló barátokat és papokat. Igaz, ott nálunk a régi időben nem szaporodtak úgy a templomok, monostorok, meg a papok sem, mint itt nálad, uram. De nem hívott oda a vajda egyetlen németet se, s nem adott földet senki idegen befutott embernek. Géza úr is, uram, ott a tiszántúli pusztán, nem adott más idegen nemzetnek szállást, csupán csak a besenyőnek. És Tonuz Oba úr népe nem volt Krisztus hitén, amikor a szállást kapta az ő nemzete. És te se osztottál ott idegennek földet, uram. De ezeket nem tudja egy is a püspök urak közül, meg az apát urak közül, csak Radla úr tudta, és az elhagyott tégedet, uram. Csanád ispán megállott a beszédben, s nyelt egyet. Azután csak folytatta. Azután megvetted, te, uram, a marosvári tartományt. És a te parancsodra a görög papokat kiraktam a várból, s a plébániákat elvettem tőlük. Az erdőelvi püspök már rég meghalt, és a papok jó része elment földre, vagy oroszföldre, vagy bolgárföldre. És aki maradt, azoknak oroszlámoson klastromot építettem, hogy valahol élhessenek, amíg a halál sorban elviszi őket. Nagy ideje ennek, uram! Ma holnap harminc esztendeje, s te nem adtál a görög püspök helyébe más püspököt, és a vajda helyett sincsen ma igazi nagyura a földnek. De a király messze van, és a kalocsai püspök is messze. A szolgáló népeknek, raboknak, bányászoknak nem kell az új német paps barát, akinek idegen a szava. Azok most is görög pópát tartanak maguknak, mint régen s mindig. A magyari, meg az avar is, aki megszokta a görög barátot más, hogy az nincsen, az új német papot nem vállalja. Te, uram, megparancsolhattad a Dunától napnyugatra való tartományokban a keresztelést és templomba járást, mert itt hét püspököd van, meg monostorok és klastromok rakva barátokkal, s a tartományokban a sok német komesz, spáncélos katona, s a királyi had, aki mind új hitű, és az urak is jó rész már új hitűek, féltükben, és mert úgy látják, s De a tiszán túl egy püspök is nincsen. Az egyetlen klastromban görög barátok, és az egész földön három plébánia. S nincsen német komesz, se páncélos sereg, se fogadott királyi had s a régi vajdai tartományból az új hitű nemzetségek vagy elpusztultak, vagy elfutottak, vagy szegénységgel nyomorognak. A marosi vár népe jó zászló, de a vitézek nem igen templomjárók, és az én testőrző zászlóm jó része is besenyő. Azokkal jó békességet tarthatok a tartományban, de nem hajthatom idegen német pap templomába se a magyart, se a besenyőt, ha magától nem megyen oda bé. Ezeket mind nem tudja a kalocsai püspök. S gondolom, te sem mindent, uram. Azért hát ne panaszolkodjék a püspök, mert én a békességet nem borítom fel a marosi tartományban senki papkedvéért. S gondolom, te sem, uram hanem ha a püspök úr az új hitre akarja terelni a népeket. Jöjjön oda maga személyében, s papokkal, meg barátokkal, és kereszteljen, meg prédikáljon magyarnak, besenyőnek, s másnak. S ha úgy rendeli az Úristen, hajjon is meg hiteért, mint Adalbert püspök, aki a császár atya fia volt, s bátor ember, s akit lengyelben öltek meg a pogányok de én egy kopját is nem adhatok új hitű papnak, mert nem arra való az én zászlóm, hanem hogy a gyepűt oltalmazza, s békességet tartson a király tartományában. Szólottam, uram. Csanád úr elhallgatott, és a hosszú beszéd után megsimította bajuszát. Hosszú, egyenes, vállas ember volt, piros orcájú és apró fekete szeme csillogó, de bajuszat deresedő már, és a haja is ezüstösen fakó színű. Hogy elhallgatott, a püspökök meg apáturak és préposztok jó része értelmetlenül bámult, mert nem értették meg a marosvári ispán szavát. A komeszek jó része értette, és ezek a németek nem kedvelték csanádot. De a magyari urak és ispánok tisztelték őt, és a szemük most jókedvűen csillogott, és sokan bólogattak feléje. Csak sebős úr, Buda ispán fia nem nézett reá, hanem a királyra, aki most intett az erdőelvi ispánnak. Szólj, Zoltán Bopó! Vénember volt Zoltán úr, Haja a hófehér, és a szakálla meg bajusza is, mint a hó. Orcája sárga és ráncos, szeme sűrűn pislogó, s a szava halk és reszketős. Csanád sokat szolgálta egykoron Ajtonyurat, aki a Vajda vezíre volt, és hatalmas ispán. Ő is tudja, és én is hogy az erdőelvi tartomány napnyugati felén minden föld és minden nép uralta Gyula Vajdát. De sok idővel azelőtt, hogy tétény bejött volt oda, szállottak az avar nemzetségek a kalota szögére és a küküllőkön túlvaló hegyekre, és őket nem hódoltatta sem tétény vezír, sem a vajdák, mert az avarok nem szolganépek voltak, hanem szabad, slovon járó harcos nemzet, hatalmas nemzetségek maradéka, s mondják, atya fia magyarral. A vajda bölcsember volt, és barátságot tartott velük. Sót adott nekik, meg kenyérgabonát, fegyverhez való vasat, meg aranys ezüst holmit is, és avarok oltalmazták a napkeleti gyepűt, s ha a vajda hadakozott, nem a kevés magyari nemzetség adta a seregét, de jó részt az avar és székely. Azután jöttél te, uram. A vajdát megtiportad, fehérvárát megvetted és a bányákat, s a vajda kifutott. De nem vetted meg az erdőelvi tartományt akkor, és mái napig is csupán a maros térsége a király tartománya. A királyt ma erdőelvén szolganépek uralják csupán, akik a vajda rabjai és a várnépei voltak azon a földön. De a tétény törzse, nemzetségei, meg a küküllőtől napkeletre való székely avarszállások nem uralnak téged. Ott a te ispánod nem parancsol, és oda én nem mehetek királyképében képében skatonával. De örvendek, ha nyugton ülnek, és nem háborgatnak engem, és nem veszik el a bányákat, és nem vetnek tüzet fehérvárára. Szabad nép és fegyveres nemzetek azok, s maguk akaratjából nem adják földjüket király, s fejüket papok jármába. Bölcs úr volt Gyula Vajda. A régi időben, a tavaszi nagy sokadalomkor a püspök, stenger pap meg barát is, alig győzték a népek sokaságának a prédikálást, tanítást és keresztelést. A vásárra most az idén is eljöttek a népek s árusok, urak és nemzetségek, idevalók és idegenek. De a vári népeken kívül senki alábát nem tette a templomba. Talán csupán a gyulafiak. De a király mozdulás nélkül hallgatta az erdőelvi Ispán öregesen fecsegő beszédét, de most egyszerre megrándult. Szeme tágra nyílott, s hirtelen közbeszólt. A gyula fiak? Azt mondtad? Zoltán úr reából intott. Azok. A vajda két fia baja és bonya. A sokadalomkor. Azt mondod, a sokadalomkor a várban voltak? A király keze markolja a magas hátú székkarját, kicsit előrehajolt ültében. Zoltán úr szeme csodálkozásra tágul, és az urak is mind ügyelik a királyt, akinek orcája egyre sápad, meg pirul, s szeme lobogva villog. Az ispán köhint egyet, s mondja, Ott, uram, a sokadalomkor éppen, a várpiacán láttam meg gyóka fia farkast, az avart, meg gyerő nemzetbeli inak urat, aki megholt feleségemről atyám fia. Úrmódra sok kopjával voltak. Velük voltak, de nem ismertem meg őket, mert aprók a gyermekkorukban láttam a vajda fiakat, azóta nem. De azután megörvendettem uram a két úrfinak, s vendégül láttam őket szívesen. Félig állott székében a király, és mintha folytogatná a torkát, nehezen szakadt ki száján a szó. Vendégül a vajda fiakat? S hírt nem adtál nekem? Ott voltak, s én máig nem tudom. A király ül megint. Meretten ül, hátra támaszkodva, és keze fogja a székkarját, és nézi öreg atya fiát, erdő elvi Zoltán ispánt. De szemében már meglohadt a láng, nézése üresen révedező, és orcája színe, mint a megszürkült kő, s a mély barázdák rajta, mint vízmosta, fagymarta kőszikla rovásai. Néz, s nem szól sokáig mintha megfelejtkezett volna magáról és mindenről itt maga körül. Az urak összenéznek egymással, és súgva ejtenek csak egy-egy szót. De Csanád ispán nem veszi le szemét uráról, és nem veszi le Mihály fia vazul sem. A király jobb keze felemelkedik, s végig simít homlokán. Azután megelevenedik orcája, és szája, mintha szóra akarna nyílni, de csupán mélyet lélegzik. S szeme az urakra fordul, s mintha sorban számba venné őket, ahogy külön csomóban együtt ülnek az együvé tartozók. Hosszasan nézi a papokat, azután a komeszeket és királyi főembereket, meg túladunai és tiszamenti várispánokat, s megnézi a törzsi urakat és nemzetségi főembereket. Megint külön nézi meg a túlatiszai urakat, és sokáig vazul urat, aki most közöttük ül, meg Csanádot, és Zoltán ispánt, és a Bihari ispánt, akik szinte itt telepedtek meg. A király orcája most mozdulatlan, szürke szemek kemény és szigorú, és szava nyugodt és méltóságos, amikor Csanádnak szól. Tudtad -e ezt, csanád? Tudtam, uram, hogy a télen meghalt a Vajda, tavaszon hazajöttek. Te se adtál hírt nekem? Nem adtam, mert nem ország dolga ez. És az anyjuk Marosváron van nálam, uram. Nálad. A lázadó felesége nálad. Fedelet adtam atyám fiának a vajda özvegyének, s ez nem király dolga a te törvényed szerint, uram. A király hallgatott, s mikor később megszólalt, mintha meglágyult volna egy kicsit a hangja. Neked van igazad csanád, s mégis, talán mégis rosszul van ez így, de te nem tehetsz erről, és Zoltán úr sem, és senki erről közületek nem tehet. Megint hallgatott, mintha gondolkodott volna, azután folytatta. A tiszán túl való föld messze van ide. Szemem nem lát be jól, és kezem nem ér odáig úgy, ahogy akarnám. S íme nem épül ott az ország sem, ahogy én akarnám, de inkább romlik csanád szeme villan, és mindenki meghallja a szót, akit a királynak mond. Slám, az országgyepűt ott még serontja senki szomszéd, mint itt a közel való napnyugati határon. S a gyepűn belül a népek között vérontás nélkül békesség van. Csodálkozva néz a király csanádra. Szemöldöke összehúzódik, s a hangja nem lágy már, s nem szelíd, amikor szól. A ti eszetek nem járhatja meg azt mind, és a szemetek nem láthatja azt mind meg, amit a király esze s szeme. Se a tiéd, se ezeké a papoké, se a komeszeké, se a többi uraké, egyiké sem, tudom. Nekem nem a ti békességetek kell, mert az a békesség a halál nyugodalma. S nekem nem kell a halál nyugodalma. De tusakodom, hogy építhessem ez országot az én maradékimnak, és a ti maradékitoknak, ahogy azt nekem az én Istenem parancsolja. A fék szárát ti vagy igen húzzátok, vagy igen hosszúra hagyjátok, és a korbácsotok nem oda üt, és nem úgy, ahogy kellene, s akarnám. Ezért most megfogom a féket az én kezemmel, és a korbácsot is. Meghiggyétek ti, urak, ott túl a tiszán. Harsogott és ütött a királyi szó, és keményen koppant. De csanád úr csendesen mondta. Te parancsolsz, uram. Jó délután volt, és a palotásházban nyomasztó, tikkadt melegség. Az ablakok nyitva, és a hanyatló nap széles, aranyos nyalábjaiban kanyarogva gomolygott a por. Ekkor a király felállott, és szikrázva villant meg süvegén az aranyos köves boglár, s belevakított az emberek szemébe. Urak, bevégeztük a törvénynapokat. Láttam, s megtudtam, amit akartam. Este Estebédre szívesen várlak asztalomnál mindeteket. Köszöntötte az urakat, és kiment a palotásházból a maga házába, és oda parancsolta Anasztáziusz urat, az Esztergomi érseket, és Aserik urat, a kalocsai püspököt meg udvarispánt, és Wolferkomeszt. S család ispánt is magához parancsolta. Végeztük a törvénynapokat. Láttam, s megtudtam, amit akartam. Mondta a király, s elment. Csend maradt utána, és tétova zavarodottság. Azután először a püspökök s apáturak mozdultak meg, és latinul kezdtek egymás között beszélni, amit senki meg nem érthetett. A komeszek is összedugták a fejüket, Németül dörmögtek és morogtak. A magyari főemberek s urak csendben s mozdulatlanságban maradtak helyükön, s csak nagy ritkán ejtett egyik a másikhoz egy-egy szót. A vári ispánok is inkább a magyari főemberekhez húzódtak, mert jó részt közülük valók voltak, s a németek közt csupán azok sürgölődtek, akik az ispánok közül a Bajor közel való várokban parancsoltak. Később a papok elcsendesedtek, azután együtt kimentek a házból. De a komeszek annál hangosabban lármáztak most, és bicskenembeli Jakab úr szemere fia Mártonnak szólott, s kicsit nevetett a szeme. Mérges a német lám, hogy egyszer szorul, a király nem segíti tüstént. Mire Márton úr mogorván válaszolja. Ingyen, s ajándékul szerezték földjüket, nem vérrel vették, most tartsák meg vérükkel. Kóborok voltak s hazátlanok, s urak lettek, elsőbbek a királynál, mint mink. Ha most pörkölődnek, nekik sajogjon, hadd Később Zoárd nembeli Péter úr dörmögte. Mikor a cseh nem régen tendeig ült a mi véges végig a vád mentén, se király, se német, egy sem mozdított értünk egy szálkopját is. Atyafiságuk a bajor, hát most marják egymást, s mi is egyszer nézhessük vidáman. Mihály fia vazul úr ott hallgatott és ügyelt ez ideig, de most megszólalt. Se ért, se papért, kardom nem vonom soha, elhiggyétek. Király szolgái, királynak legyen gondja velük. De gyermekkoromban sok mesét hallottam régi magyarok német földön járásáról, s magam is a királlyal száguldottam a bolgárföldet, és az jó világ volt. De a király békességet tart azóta, s a mi fiaink romlanak, s mind a magyari nemzetségek romlanak. Mosonyt, vast, zalát nem bánom, ha ott német pusztítja a németet. S a Balatonig, a Bakonyig, ha jönnek is, komeszek gondjas királyé. De megjártam a földet, és a Bajort is a sváb földig, és meg, aki ma az osztmárkié. És láttam ott a kövér tartományokat, a sok marhát, sűrűn a népet, kincses templomokat, tömött városokat, hízott urakat. S hallottátok? A király most nem lát és nem hall semmit. És gondolom, kapja is akad még a jó prédára. Az utat ösmerem. Az urak hallgattak. Sokuk szeme felcsillant, de néztek maguk elé. Egy idő múlva azonban Viske úr, akinek a felső áll a szállása, azt mondta. Az ősz hadra jó idő, s otthon semmi dolog most. S csolt nembeli Kozma úr mondta. Ha megjáratom a tiszamentét, zászlónyi jókopját is bizonyosan vihetne a fiam akárhová. Azután csákfia fia György, meg Szalók nemből való Álmos, Miskolc fia Márkus, Szabolcs nembeli Velek, Kusaj fia István úr bólintották meg sorba a fejüket. Mehetünk mi is. S orcájuk komoly, de a szemük kacagott. Vazul úr pedig csak ennyit mondott. Két hét múlva új hold. Akkor nálam legyetek s a muravize felé mehetünk. De se pap, se német ne tudjon erről ma. Vazul úrszállása a duna mellett volt, ahol később Tolna tolnavárát építette meg a király. király a maga házában tanácsot ült az érsekkel és kalocsai püspökkel, és megparancsolta, hogy a felszentelt kanonokok közül válasszanak elegendőt, hogy püspöki káptalan teljék belőlük préposztal és iskolamesterrel, meg énekmesterrel, és a mesterek meg a prédikáló papok mind értsék és beszéljék a magyarok beszédét. és a kiválasztott papok Szent Mihály hava első napján kalocsán legyenek, és ott legyen akkor a Béli klastromból Gerhárdusz barát is velük. Mert megtudjátok, az országban nyolcadik püspök leszen a Marosvári, és az Gerhárdusz lesz a Velencés. Elküldötte magától a két püspököt, és azután az udvarispánnak parancsolta, hogy a fogadott katonákból való két zászló kopja Kisboldogasszony haba utolsó napján fegyveresen s nyerekben álljon a vár alatt, s készen indulásra. S Wolfer komesz is ott legyen akkor egy zászló német páncélos láncsával. Azután az udvarispánt, s Wolfer urat is elküldötte, és csanádnak mondotta. Te hozzád készülök papokkal és sereggel magam. Hirdesd meg, hogy jövök a népeknek s uraknak tartományodban, s egész túl és a besenyők földjén meg erdőelvén. S nevelje haját, aki kopasz, mert bizony betölteni megyek a törvényt, akit Isten parancsolatjából tettem ez országnak. Parancsolsz, uram, s én engedelmeskedem, de a mi földünk nem túladuna, és attól nagy pusztaság választja el, amelyiken a te karod ritkán érhet keresztül hozzánk. Te most felborítod a régi békességet, és csinálsz papokkal meg fegyverrel új békességet. De azután elmész onnan, és a temérdek föld erős úr nélkül marad. A ridegménest, ha ezer ló is, néhány jó csikós terelni tudja, ahová akarja. De ha hámbas nyerekbe töröd, minden négy ló mellé lovász kell, s a lovászok fölé még gazda is, hogy megneromoljék, ne romoljék, s el ne pusztuljon az állat. Szólottam, uram. István elgondolkozva nézte a ház földjét, s úgy mondotta. Talán gazdát ültetek oda. Meglátom. De most menjünk estebédhez. kisboldogasszony hava utolsó napján, hajnali szürkülődéskor, hadrendben állott a vár alatt a sereg. A páncélos láncsások zászlója előtt Volfer Komesz, a magyari kopják előtt az udvarispán, abafia Sámuel. Aranyosan csillogott napkeleten az ég, amikor a várból a király jött ki. Vele Imre herceg, meg egy róta testőrző élén Velencés Péter úrfi amikor a seregnél meglátták a királyt, az udvarispán és Wolfer úr eléje lovagoltak és köszöntötték. A király velük együtt számba vette a hadat, majd az udvarispánnak szólt. Te nem jössz velem, hanem itt maradsz, és ügyeled a német gyepűt meg az osztmárkit. Mivel Budafia sebős, a bajor gyepűhöz közel való mosoni várban parancsolt, s a németek között sürgörődött, az udvarispán megkérdezte: "Sebősnek adjak hadat, hanyomja a német?" "Nem. De nekem üzeny, ha híred van." Azután a király Imréhez fordult: "Hadban még nem jártál. De most adok egy zászlókopját a kezed alá. S előhadul temész velük Kalocsára." A herceg megpirult. Köszönt, és a katonákhoz vágtatott. A király újból abafia Sámuel úrhoz fordult. Mi híred vazulról? Had gyülekezik a sár közben. Mi félék? Szabad vitézek, s jó részt tiszai urak. Kürt és éles rikkantások harsantak. Az egyik zászló megmozdult. Hosszú oszlopba sorakozott, és előre vágtattak a seregelőt járó portják. Azután megindult a az zászló, és az élen Imre herceg a zászló hadnaggyal és a kürtössel. A sárvize mentén haladtak, fürgén, vidáman és frissen, a gyönyörűséges nyár végi reggelben, és a nyomukban kelt könnyű, ragyogó porfelleg nem sokára eltakarta őket. A király utánuk nézett. Azután Wolfernek parancsolta, indíthatod a hadat te is. És ő maga Péter úrfival és a testőrzőkkel az előhad után indult, a távolba vesző porfelleg nyomában. <Szell> Másnap délután érték el a helyet, ahol a Kalocsai út a Dunához kanyarodik el, s a Paksi révhez. Itt a király elvált a seregtől. Ti csak menjetek, s keljetek át a vízen, s Kalocsánál táborba szálljon a sereg. Én benézek sárközre, de holnap reggel ott leszek, s megyünk tovább. Mind készen legyetek, ha jövök. S Péter úrfival meg a testőrzőkkel Tovább lovagolt a sárvize mentén, egyenesen délnek. Jó darabon haladtak sebesen, és a nap erősen hanyatlott, amikor Péter úr jelentette. Kopják csillognak a vízen túl! A király körülnézett és bólintott. A gázlóhoz vagyunk közel! Átgázoltak a leapadt vízen. A túlsó parton egyetlen lelket nem láttak de a távoli látóhatáron, mintha füst szállana az égre. A király arra felé mutatott. Arra megyünk. Sietni nem kell, idejében odaérünk. A nap búcsúzott a világtól, és a lovak árnyéka a végtelenségbe nyúlott a kisült lapos mezőn, amikor lovasok jöttek velük szembe. Sebesen, mint a szélvész, és előttük hirtelen megállottak. Élőkön hosszú legény, barna arcú, fekete szemű és sötét hajú. Bajusza éppen csak ütközött még. A király megállította lovát. Ki vagy, és miért állasz utamba? A legény előlépett, és kezét homlokához emelte. Köszöntelek, király! Apámnak, vazul úrnak szavával, az ő földjén. Vártunk! A király figyelmesen nézte a legényt. Nem ösmerlek meg, öcsém. Rég láttam vazul fiait. Lengyelben voltunk András bátyámmal, király. A herceget szolgáltuk hadban, s nem rég jöttünk haza. Úgy. Vezes apáthoz. A legény megfordította lobát szó nélkül, és a legényei is fordultak, és mentek a király előtt ahogy sötétedett az ég, előttük a messzeségben szélesen vörös fény derengett fel a síkon, és ahogy közeledtek, a fényesség mind nőtt, növekedett. Később tüzek csillantak, slobogtak, sziporkáztak, és azután messziről zúgás hallatszott, és a zúgás is mind erősödött. Azután kibékózott lovakat láttak legelni, és lovas embereket is. És azután tüzek között haladtak el, és a tüzek körül emberek heverésztek, és mindenfelé sátrak, s földbe szúrt kopják a sátrak mellett. És énekszó harsogott, meg kiabáló és morgó beszéd mindenfelé, és sült hús szaga a levegőben. Azután szeríd lejtőn kaptattak felfelé, és fákják lobogtak előttük. Sok fákja, és a fákja fénynél hosszú sáncot láttak. A sánc belső oldalán felhányt föld tetején karók közé fonott lészakerítés. De a sáncon által előttük éppen híd. És a híd mellett fákjások állottak, és a nyitott kapuban is, és azután két sorban tovább. Hátul pedig nagy épület megvilágítva. Vazul úr udvarháza. Áthalhaladtak a hídon, be az udvarra, és a ház előtt emberek állottak. És hogy a király odaért, az emberek közül előlépett vazul úr, és köszöntötte a királyt. A király nyerekből szállott, s vazul úrral a házba ment be. Az emberek pedig mind utánuk. Vazul úr a királyt az ajtóval szemben való falhoz vezette, és az volt a házban az úr helye és ott puha bőrökből széles ülőhely volt. A király leült. Melléje ült le Vazul, és más oldalon Péter úrfi. S az emberek, akik velük a házba bejöttek, most mind oda járultak a király elé, és köszöntötték Némán, és azután leültek sorban a fal mellé. A király figyelmesen vette számba az embereket, de keveset ösmert meg közülük és azok mind felsőtiszai és túlatiszai nemzetségekből való urak voltak. De sok volt közöttük az ifjú ember, akit nem ösmert. S a király orcája kicsit megkedvetlenedett. Az urak sorában legutolsónak három ifjú ember járult a király elé, és Vazul úr mondta. Íme, uram, az én három legény fiam, s nevük András, Béla és Leventa. Hosszú, szálas legény volt mind a három, és mind barna arcú és sötét szemű. A király erősen megnézte őket, bólintott nekik, és vazulnak szólott. Nem ösmerem őket, és gyerekkoruktól nem láttam őket, mert te nem hoztad őket hozzám soha vazul úr szeme közé ránc vágódott. A király körül sokan tülekednek. Miért, hogy három tülekedővel több legyen? De te bizonyára éhes vagy, uram, és szomjas, és mi vártunk reád az estebéddel. Kezébe tapsolt vazul, mire szolgák ezüsttálban meleg vizet hoztak be, és mindenki kezet mosott. A vazulfiak kivették az ételt a szolgák kezéből, és a király elé ők tették le, és ők töltötték kupájába a bort. Azután úgy megállottak mind a hárman, mozdulás nélkül egymás mellett. Mind ettek s ittak az emberek, és nem beszélt még senki. És a király evés-ivás közben gyakran reápillantott a három hosszú barna szép legényre. Estebéd után hamarosan felállott. Hajnali szürküléskor indulok, s most lenyugszom, atyám fia. Vazul úr a királyt kicsi benyíló ajtón át apró kamarába vezette, ahol olajmécs égett, és széles bőrkerevet volt a falnál. Itt megpihenhetsz, uram. A király leült a kerevetre, és előtte állott vazul úr s a király azt kérdezte tőle. Ma elém jött a fiad, és ti vártatok engem. Honnan tudtad, hogy jövök? Vazul elmosolyodott. Kerülők száguldják a Duna és a Sármentét. Azok hozták a hírt. Hadba készülök, láthattad. Most István úr is elmosolyodott. Nem tudok semmit, s nem láttam semmit. Elgondolkozott, azután megkérdezte. Együtt a had? Együtt négy zászlónyi. Elég. Mikor indultok? Ma éjjel, gondoltam, tábort szedünk. Öt nap alatt Marburgban lehetünk, és senki meg nem lát. A király bólintott, és hallgattak s vazul csak állott előtte. István nézte, azután csak megkérdezte. Nem kérdezed, atyám fia, miért jöttem hozzád? A király megmondja, ha akarja. S István lassan, gondolkozva mondta. Te is tudod, túl a tiszára megyek rendet csinálni. Haddal. Mert baj van ott országromlása. A rendet megcsinálom, de nekem onnan vissza kell jönnöm, és azt a messze földet, fehérvárról nem tarthatom a markomban, ahogy akarnám. Hát, csanád! A marosvári tartomány jó kézben van, s bihar is, szatmár is. De erdőelvi Zoltán vénember, és a keze gyenge. Vajda kéne oda. Erdőelvére. Vazul úr elkacakta magát, és a király szemöldökei összehúzódtak. De várt, amíg a másik megkomolyodik megint. Akkor mondta. Sokat gondolkoztam, s reát gondoltam. Hogy én legyek a te erdőelvi vajdád? Arra gondoltam. Megvehetnéd azt a tartományt, és ura lehetnél ott magyarnak, avarnak, s székelynek, és megépítenéd a régi várakat, és új várakat is építenél. István király haddal túl a készült rendet csinálni. Előtte a sárvize mentén benézett sárközre vazul földjére. Ott szívesen fogadták, s a király számba vette az embereket, s vazul fiait, Andrást, Bélát és Leventát. Estebéd után ezt mondta vazulnak. Erdő elvizoltán vén vénember, és a keze gyenge. Vajda kéne oda. Sokat gondolkoztam, s reát gondoltam. Megvehetnéd azt a tartományt, és ura lehetnél ott a magyarnak, avarnak, és székeinek és megépítenéd a régi várakat, és új várakat is építenél. Komoly volt vazul orcája. A királyi is komoly, és szemben ültek, és nézték egymást, és egyik sem szólt sokáig semmit. A szomszéd nagyházból a mulató emberek lármája hallatszott be, akik vidámak voltak, mert hadba készültek Marburgba. Azután Vazul úr szólalt meg. Egészen halkan, és a hangja fátyolos volt és tikkadt, mintha messziről jönne, avagy a falon keresztül. Mond István, mond igaz lelkedre, mivel szúrom én a te szemedet? hogy el akarsz engem küldeni a messze erdő elvi földre. Mondd, mivel bántottalak én téged, uram? A király két szeme tágra nyílott. Mit beszélsz? Mi jár eszedben vazul? Érts meg! Vajdául akarnálak, mert atyám fia vagy. Erre gondoltam, s reád és fiaidra, és békességre gondoltam vazul s te bántásról beszélsz. De vazul úr, mintha nem is hallotta volna királyi atya fia szavát. Te egyszer azt mondtad volt nekem, féket tegyek nyelvemre, s azt mondtad, apám azért nem lett ura ez országnak, mert az italt szerette. Megfogadtam szódat, király, mert te bölcs vagy és erős és józan, s ittason azóta nem látott senki, pedig régen volt az. S megvoltam csendesen, s csak néztem, és hallottam, és hallgattam. De tudom, nagy bajom, hogy taksony unokája vagyok, és bajom, hogy a feleségem nem német, vagy olasz, de magyari nemzetből való, és leánya Kál úrnak, aki a Veszprémi csatában esett el koppányvezír oldalán. És bajom, hogy nem szerettem a németet, és a sok jött ment idegent, aki ott lebzsel és hízik ma a király körül. Te ma azt mondtad, miért nem látod fiaimat Fehérváron a többi úrfi között? Én pedig azt mondom, jobb így, mert láthatod, deréklegények és tudom jó katonák. De mondtad é -e te nekem valaha is, hogy vigyem őket az udvarhoz. Velencés Pétert, Mihelyst hozzád került, parancsolójává tetted a testőrző zászlónak, pedig soha sereget az nem vezetett. Az én legnagyobb fiam, s középső fiam is, zászlót vezetett nem egyszer kint Lengyelben, és a herceg zászlóját győzelemre vitte sokszor. Mégis a te seregedet Türingiai Wolfer vezeti, meg Bajor Hermán, meg a többi német, és az egy magyar, akinek sereget adtál, jó szolgád lehet, de nem katona. Sebősre gondolsz? Arra éppen, uram. S csanádra is gondolok. Akinél jelesebb seregvezetője nincsen senki országurának. S ő mégiscsak csak ma a Marosvári tartománynak, és lókötőket kerget a pusztán. Így van így. A király néz, és nem szól, de mozdulás nélkül ül, és orcája, mint régi fából faragott bálvány. Vazul pedig folytatja, de hangja már nem tikkadt, és István úgy érzi, hogy élesen vág és szúr. Nemrég a törvény napon tudta meg az ország, hogy a bajor gyepűnél betört a német és sebős segedelmet kért, és a komeszek kussadtak. Akkor az uraknak egyet szólottam, és íme négy zászló jó kopja van együtt, és egy hét múlva vidáman dúljuk a német földet. És futni fog a bajor és az ki, s meglátod, egy holdforgás múlva nem lesz német magyar földön. S láttad, kik urak vannak itt nálam? Azok nincsenek Fehérváron, s azokból te nem teszel ispánt, s azok nem vezetik királyhadát soha. És most jössz, és kínálod az erdőelvi tartományt, hogy legyek ott Vajdád, hogy fegyverrel tiporjam meg ott a magyari urakat, és dézmáló papokat ültessek a népek nyakára, hogy szembeszálljak Székely Kászony vezírrel, s az avarokkal, és Gyula nemzetével, meg a Vajda fiakkal. Nem, István! Nem kell ez a vajdaság nekem, akit vérrel s fegyverrel kell megvegyek, hogy több jusson a németnek és más idegennek. Inkább itt ülök csendességben, és ne tudjon rólam király is, királyné és udvari emberek és komeszek és püspökök és apáturak. És most íme, itt van négy zászló kopja. Vidám magyar urak, úrfiak és jó lovas legények, s megszáguljuk velük a németek földjét király híre nélkül. Megdúljuk a kincses városokat, megprédáljuk a gazdag templomokat, akiket teletöltöttek aranys ezüst marhával, és frissen hajtjuk haza a németet rabul. De ha megcsúfolnak is, ha megtipornak is, és megtagad minket a magyarok királya, hidd el, uram, vidám lesz halálunk és vitézekhez méltó. Ezért hát ne gondolj velem, hanem más valakit parancsolj erdőelvére vajdául, aki szívesen tiporja a magyart, avart meg székeit, és inkább szereti a német papokat, mint én. Vazul úr végezte a beszédet, és most már ő is ült, és az ő orcája is mozdulatlan volt, és szeme nézett meretten maga elé. A király pedig mondotta csendesen. Látom, hiába jöttem. Pedig, atyám fia, most jót akartam neked, s magamnak, s országunknak, de te nem hiszed ezt. Te lásd. S én megnyugszom, mert az Isten akarja ezt így. Szembenéztek, de egyikük orcája sem mozdult, és senki ember abból semmit nem olvashatott, és ki nem találhatott. Vazul úr azután felállott, és készült menni, és felállott a király is ültéből. Egyet mégis kérek tőled, vazul, és azt nem tagadhatod meg a királynak. Parancsolj, uram! Egy zászlómnak nincsen hadnagya, akit szeretnék s van neked egy fiad, aki tegnap elém lovagolt. Béla volt az, a közbelső. Az volt. Azt add nekem ide, s ő parancsoljon az én zászlómnak most. Vazul, mintha megsápadt volna, egy percig gondolkozott. Legyen a te akaratod szerint, király. volt a király is az ablaknál, amikor háza ajtóján fákjával kezében Péter úr lépett be. Uram, nyergeltessek? A király nem fordult meg, úgy mondta. Nyergeltes. S nézett tovább ki az éjszakába. Az égen sziporkázva ragyogtak a csillagok, és egyszer-egyszer, mintha tüzes kés hasított volna a fekete égboltozatba, szikrázva, lángolva hullott le egy, -egy csillag. Szinte hallatszott, ahogy sivítva, sisteregve hasítja a fekete égboltozatot. Len, sötét, nagy mezőség, és a mezőségen tompán dobogó élet. Fekete árnyékok suhantak, gomolyogtak és sűrűsödtek össze nagy fekete felleggé. Lovak nyerítettek és nyihogtak, és emberek rikkantottak, s az ittott még pislákoló tüzek fényében hideg acél villant. Azután csend lett, és mozdulatlanság. És akkor élesen és viharosan riadt és recsegett a kürt. Mire dörögni, dübörögni kezdett a föld, és gomolyodni a fekete felleg, mintha szél fújt volna belé. Azután csendesedett a dobogás, távolodott az árnyék, s elhalt, és beléveszett a messzeségbe. A király megfordult, kiment a nagyházba, és onnan a nyitott ajtón ki az udvarra. és ott kin, kelet felé, már haloványodott az ég, és egyetlen csillag se szikrázott már. Az udvaron a testőrző róta, a legények a ló mellett, és előttük Péter úrfi. A nagy kerített udvar puszta, csak a pajta épületeknél és cselédházaknál lapult néhány mezítlábos szolga. És a kerítésen túl, a dombalatti hajnalodó mezőség is pusztamost és embertelen, és más hang sehol, mint a disznópásztor tülök hangja valahol messze hátul. Azután a király elé magas, ifjú ember lépett, s köszönt. A sereg elment, és apám uram is velük, meg az urak mind. Én itt vagyok, s király! Velünk jössz, öcsém. Hozzátok a lovamat! Kalocsán várta a királyt a sereg, s vele tíz pap. A papokból négyet Szent Márton monostora adott, kettőt a Pécsváradi, kettőt a Bélis, még kettőt a Zalai klastromok. És Gellért pap, meg a többi közül Albert, Fülöp, Walter iskolamester, Konrád, Krátó és Tasziló Préposzt beszélték a magyarok nyelvét. Gellért papot akkor már az érsek, püspöknek szentelte volt fel, és a királytól drága pásztorbotot, süveget, s a királynétól aranyos püspöki palástot kapott. A püspökség és káptalan, meg az iskola számára könyveket adtak a monostorok. A király templomi edényeket és gyertyatartókat meg kereszteket, a királyné miseruhákat, bársonyt és sejmet és oltárterítőket de legdrágább volt minden között Gellért püspöknek az az aranyos ládika, aki Szent Györgynek csontjait őrizte. Várták a királyt, és Wolfer úr meg Imre úrfi eléje lovagoltak ki a mezőre, amikor a fürkészők koradélelőtt hírül adták jöttét. Köszöntötték a királyra a jó reggelt, amikor találkoztak, és együtt lovagoltak Kalocsa felé. Útközben az úr... Wolfernek mondta, aki mellette lovagolt. Íme itt hozom magammal vazul fia Béla úrfit, s ő fog parancsolni az ászló kopjának, akinek nincsen hadnagya még. Azután fiához fordult, aki más oldalon lovagolt. A te Béla atyád fia ifjú legény még, de Lengyel Boleszlónak, akit népe vitéznek nevez, zászló hadnagya volt sok győzelmes csatában. Tőle tanulhattok, ti ifjak, akik még soha hadban nem forgolódtatok. A király erős hangon mondotta ezt, hogy hallhatták Péter úrfi és Vazulfia Béla úrfi, akik megettük lovagoltak. Kalocsán Aserik püspök köszöntötte a királyt a püspöki ház előtt, amikor lováról szállott de a király sietett és mondotta. Hallottam, s látom, minden kész az indulásra, s ez jól van. Gellért úr és a papok tüstént indulhatnak, és Wolfer kísérje őket a páncélosokkal. De én megéheztem, s megszomjaztam, püspök úr. Adj hát falnunk valamit, és innunk. Azután mehetünk mi többiek is, mert holnap estére csanád úr várában akarok meghálni. A király nem kívánt a házba bé menni, Ezért a tornácba hozták a szolgáló kispapok az ételt és italt neki és az úrfiaknak. S evés közben az úr elnézhette, hogy gurulnak elé a négy lovas szekerek, amikbe gellért püspök és papjai szállottak fel. Hat szekérrel mentek, és egy szekér ebből a templomi drágaságokat vitte, s egy az élelmet és bort. De a püspök kispapokat is adott, meg szolgákat, és azok lóháton mentek. A ház tornáca napkeletnek nézett, és a király látta, ahogy a szekerek zörögve gurulnak ki a kapun. Kin a mezőn, a páncélos zászló fogta közre a szekereket, és azután mentek együtt szembe a nappal, be a ragyogó napsütötte, s véghetetlen síkságba. Másnap estére a Marosi várba érkezett a király. És este béd után, hogy hálóházába kísérte, Csanád úr jelentette. Parancsodra hírül adtam a tartománynak, hogy jössz, uram. És tudja mindenki, hogy ezentúl püspöke van ennek a földnek itt a várban. Király szavával üzentem az uraknak, hogy béjöjjenek kisasszony napjára, mert beszél hozzájuk a püspök és a papok. Tudja mindenki, hogy sereggel jöttél, és tudják, hogy a király egyik kezében kereszt, a másikban éles kard. Ezt cselekedtem, és ezt a bihari ispán, meg a szatmári, a szolnoki, és a csongrádi is, meg a kevei várnagy. Tonúzóba úrnak, üzentélé! Csanád megvakarta süvege alatt fejét. Külön üzentem neki is barátsággal, de a vezírt nem találta meg a várnagy, akit hozzá küldtem volt. Nem találta? Nem, uram, se a kőrös szegen, se a temesi szálláson. Nem találhatta meg, mondod. Gondolod, kámfora besenyő, avagy reggeli harmat? A király összehúzta szemét, s úgy nézte Csanádot, de Csanád úr visszanézett a királyra. A vezírt nem találta a várnagy, de a szálláshadnagyok tudják az üzenetet, uram. A király nem szólt, s lassan megenyhült az orcája, és szürke szeme szeríden nézte Ispányját, s a hangja is lágy volt, és kicsit reszketett, amikor most szólott hogy a várhoz közeledtünk, az jutott eszembe, hogy éppen harminc esztendeje jártam itt először, s veled, meg radlával. Ez jutott eszembe, s hogy azóta mennyi minden történt. Maga elé bámult István úr. Feje a vállak közé rokkant, és szürke haja a homlokába lógott sok minden jutott eszembe, és kivált az emberek, akik elhullottak azóta. S annyi hullott el csanád, annyi tenger ember. Csanád aggódva nézte urát, és nem szólt semmit. De István úr tovább mondta halkan, egészen halkan. Győzedelmeskedtem koppányon, s akkor meghalt Géza úr. Győzedelmeskedtem ajtonyúron is, s elpusztult a vezír. Megtiportam a vajdát, várát elvettem, s vajdaságát, s meghalt akkor a harmadik gyermekem már. És elhagyott az én édesanyám engem, s meg is halt nem sokára, messze, kin lengyelben. S elhagyott radla, megnyomorodott vecelin úr is, és meghalt azután. S fiam van most, szép derék legény fiú, nagy dolog ez csanád. Nagy áldása rajtam az úrnak, tudom. Megint hallgatott, azután hirtelen csanádra pillantott fel. Te csanád, mond. Boldog ember vagy éte, az ispán bámuló szemmel nézte urát, s megzavarodva. Nem értelek, uram, de gondom nincsen. Van egészségem, a népekkel sok bajom nincsen, mert félnek és tisztelnek az urak is egész túlati és S a gyepűt sem háborgatja senkit, mert tudják, hogy hamar üt csanál ispán, s ott nem terem fű. De a király csak ingatta fejét. Nem erre gondoltam, csanád. Azután végig simította két kezével orcáját, s a tekintete egyszerre megelevenedett megint, s hangja megerősödött. A feleséged, vidám, szép asszony most is, láttam ma. De nem kérdezhettem tőle meg, hol a testvérnénye, s mit csinál? Mintha megvillant volna az ispán szeme, a vajda özvegye? Itt van az is, uram. Nem láttam. Nem akartam, hogy lásd. Az asszonyházban maradt. S nem is fogod látni, ha nem akarod, uram. S ezért ne haragudj reám. A király nem szólt erre, de azután azt mondta. Küld be legényemet. Nyugodni akarok. Másnap a király korán kelt, és a püspökökkel és papokkal hajnali misére ment. Mise után pedig a várpiacán megállottak, és a király szerte nézett. Kicsi ez a templom, tudtam, de a monostor jó lesz nektek szállásul, amíg nem épül püspöki ház. Új templom helyett tüstént nézünk, és káptalannak meg püspöki háznak való helyet, mert amíg itt leszek, az oltár fundamentumában akarom látni Krisztus urunk katonájának, Szent Györgynek áldott csontjait. Csendes eső szemerkélt és szomorkás szürke idő volt, de a várpiacán nyüsgött egész napon által a sok nép és mesterember. Walter pap megjelölte a templom helyét, és a mesterek szövegeket vertek a földbe ott, ahol a pap mondta nekik. S temérdek nagy helyet mértek a templomnak, s négy sarkára a négy kőtoronynak. A templom mellé káptalani háznak cövekeltek helyet, meg a püspök házának. Jöttek tüstént az ásó és csákányozó emberek, és ásni meg vágni kezdték a földet a fundamentumoknak. Más emberek targoncába lapátolták a földet, és kétkerekű szekerekre, akik azt elhordták töltésnek a marospartjára, és onnan... Követ hoztak fel, meg porondot, és a követ faragni kezdték a kőművesek tüstént. Az eső egész nap szakadatlanul szemerkélt, de a munkás népek azért tovább dolgoztak, és a király parancsára, oda, ahová Valtermester a templom oltárát szövekelte ki, sátort építettek hosszú fenyőszálfákból, és lefedelezték deszkával. Így tovább dolgozhattak szárazföldben, és estére kiásták az emberek az oltár fundamentumát. Akkor a király parancsára fákjákat gyújtottak a várpiacán és az oltár körül, hogy az emberek sötétben is dolgozhassanak. És a kőművesek elkezdték fallal rakni a fundamentumot. Az eső pedig azon az éjszakán ömlött sűrűn, s árkokat kellett mindenütt húzni, hogy a víz nem mossa el a templom helyét. A vári népek és mesteremberek, meg kalmárok és jövevény népek, meg minden asszonyok és gyermekek egész nap és éjjel is kinnácsorogtak a piacon, és a sikátorokban jöttek-mentek, s néztek és bámészkodtak a nagy mozgolódásra. Senki sem nyugodott, s nem végezte a maga rendes munkáját, és nem beszélt másról, mint a munkáról, akit a király parancsolt meg. De erről beszéltek a katonák, és erről a palotabeliek is, és mindenki, mintha megbolondult volna. Mert olyan volt ez, mintha felfordult volna a világ egyszerre. Csak a templom körül volt rend, és nem akadt meg a munka egy percig sem hanem minden ember végezte azt, és nem állott útjában egyik a másiknak. Mert csak a mesterek és pallérok parancsoltak, és a vári tisztek korbáccsal kezükben ügyeltek a rendre, és körös körül mindenütt, ahol dolgoztak, vári testőrző katonák állottak némán s fegyveresen. De nappal és éjszaka is, mindenütt, ahol a munka robotolt, fenn a várban, a piacon és körös körül, és az úton le a várból, ahol a szekerek jártak szüntelenül, és len a marosparton, ahol a tutajok fáját bontották és halmozták, és a hajokról a követ rakták ki a partra, meg a porondot lapátolták, és a mézkemencéknél is, itt is, ott is, s hol gyalog, hol lóháton, látták az emberek járni-kelni csendesen, azt a süveges, köpenyeges embert, akit hol csanád úr, hol valami pap, hol csupán egy katona kísért, és aki mindent meglátott, és nem kiabált egyet sem, és nem ütött, és nem káromkodott, csak csendesen szólt, s intett, s mégis mindenütt rend lett. És a megakadt munka tovább folyhatott, a kátyúba fulladt szekereket kiemelték, a süllyedő sárt kövekkel rakták ki, a kikidőlt állatok helyett újakat hoztak elé és többet. A megfáradt embereket mással pótolták. De az az ember nem fáradott sem nappal, sem éjszaka. S ahol elment, ott a népek, s katonák, a mesterek és a sáros, izzadó munkásrabok utána pillantottak, s maguk elé mondták suttogva a király. A vaksötét éjszakában két asszony lesett ki a palotából a piacra, ahol a sűrű esőben derengve vörösen lobogott a fákja fény. És a két asszony is meglátta a süveges, köpenyeges embert, aki a kapu felől jött. A sárban lassan léptetett lován, s előtte gyalogember fákját vitt. A király, suttogja az egyik asszony. S a másik utána mondja. A király. Vári várban a király parancsára új templomot építettek. A mesteremberek és munkás népek nappal szakadatlan esőben, de hosszú fenyőszálakból épített sátor védelmében, éjszaka fákják fényében rakták le a fundamentumot, és kezdték azt fallal rakni. Nappal és éjszaka is mindenütt, ahol a munka robotolt, látták az emberek járni-kelni csendesen a királyt. Aki mindent meglátott, és nem kiabált egyet sem. Csak csendesen szólt és intett, s mégis mindenütt rend lett. Másnap délig esett az eső. Azután elállott, hogy alig vette valaki észre. A templom helyén az emberek szakadatlanul dolgoztak, és nőtt a fundamentum fala. A király pedig azt mondta. Estére készen legyen, mert holnap kisasszony napja. Délután csanád úr hosszú szálfákat hozatott, és azokat beásták a földbe a cövekeken kívül, és sűrűn egymáshoz közel. És azután szekerek az erdőből zöld tölgyfalombot hordtak be, és a gerendák közét lombbal rakták ki ügyesen az emberek a szálfákat meg szinte körülfonták csavarosan, zöld tölgyfalombokkal a tetejükig. Napnyugtára fel volt falazva az oltár fundamentuma olyan magasra, ahogy azt Walter mester rendelte. Kifaragva a temérdek kőkocka is, s benne a négy szegelletű lyuk, akibe a ládika a szent csontokkal belefért éppen, s készen a kőlap is, akivel lefedjék majd a lyukat. Akkor az oltár köré szélesen padlót építettek, és grádicsokat fából és deszkából. S baloldalon oldalon asszonyi kart is építettek a fenyőfa árbocokhoz. Minden eltakarították a sárt, behorták, és betöltötték a szekérsávokat, és behintettek mindent vékony vízi poronddal. Estére kitisztult az idő. Az égen egyetlen felleg sem maradt, sziporkázva gyúltak ki a csillagok, és az új hold keskeny sarlója ragyogott, mintha ezüstből lett volna. S két napi nyughatatlanság és álmatlanság után éjszakára megcsendesedett a vár, és megnyugodott. De kívül a váron a tágasságos mezőség nem aludt most, hanem mintha megmozdult volna, és jött volna minden élet minden a vár felé, az őszelei hűvös, ragyogóan tiszta csillagos éjszakában. Jött gyalog és mezítláb, vagy bocskorban suhant, és vászonruhában, ruhában, meg darócban. Nesztelenül és csendesen, egyenként és csoportosan, és lóháton száguldva, tompán dobogva, s feketén, mint az árnyék, és rajokban, mint a költöző vadmadár, és sűrűn, mint széltől űzött esőfelleg. S jött csikorogva és dübörögve, nagy kerekű ökrös szekerén, és csattogva zörögve vágtató négy lovas szekeren. Jött némán és csendesen, jött lármásan, vígan és szilajon, és jött Szelíd énekeléssel és gajdolva és húlyogatva is jött a puszta. Éjfélig itt is, ott is csupán egy-egy ember. Többnyire gyalogosok és ökrös szekeresek. Éjfél után nagyobb csoportokban és hosszú sorokban, és hajnal felé sűrű rajokban és seregekben jöttek. Mindenfelől a messzi, véghetetlen pusztából jöttek az emberek a szélesen, slomhán a pusztába terpeszkedő álmát aluvó, fekete, tornyos vár felé, ahová a király hívta őket, és püspöke, kisasszony napja ünnepére. vidáman csillogva kelt fel a nap, s kicsit borzongva a lucskos harmad fürdőben, frissen, fiatalon kacagott a világ. A várfal felső járóján két asszony. Lassú lépésekkel járkálnak, s néha megmegállanak, azután tovább mennek. Toronytól toronyig, és körös körül a falon egészen. És néznek kifelé a sík mezőségre, amelyik most nyüzsög embertől, állattól, sátortól, lótól, szekértől. Mindenfelé, körös körül, nagy messzeségben. Néznek a tarka, élő, mozgó és zúgó sokaságra, és szemük kitágul, szívük dobog nyughatatlanul és szinte rettegve. A reggel még fiatal, kristályosan tiszta a levegő, mert hűvös szellő fújta el a pára felleget és az asszonyok csukjás köpenyükbe burkolóznak, s úgy járnak lassú lépésekkel, s néznek, hogy a szemük káprázik a rettentő sogaság nézésétől, és a reájuk omló éles napfényességtől. Megáll a két asszony a kaputarony mellett, megfáradtan a sok járástól és borzongva. S az egyik asszony szőke és kék szemű, a másik barna és fekete szemű és a barna asszony mondja halkan. Hatalmas e király, s az ő erejével nem állhat szembe senki. A szőke asszony pedig mondja, menjünk Iréné, a misének mindjárt vége, s a király meg az urak éhesek, és én is. A torony mellett való grádicson lelépegetnek, és sietve mennek a piac felé. Zeng-zúg a harangszó, ringatózik és hullámzik. A kanonokok és kispapok mind énekelnek, és gellért püspök áll az oltárhely nyitott kőkockája előtt, aranyos püspöki palástban és süvegben, s kezében görbefejű aranyos köves pásztorbot. És az oltárhely jobb oldalánál, elől és szemben a templom terével, magas hátú, faragott széken ül a király fején bogláros süveg, a süveg karimáján körös körül aranyabroncs, az abroncson elől kicsi keresztecske. Lábán puha sárga csizma, zöld és aranyvirágokkal és pillangókkal írva, s barna bársony viselő gúnyájára aranyos királyi köpenyek borul, akit elől csillogó, sokszínű, nagy csat fog össze. Így ül a király, magas hátú székében kicsit előrehajolva, és két keze a maga elé földre támasztott hosszú, egyenes kardmarkolatán markolatán összekulcsolva. Szemben ül a népekkel, akik színültik töltik meg a templom helyét. Csendesen állanak, és néznek mind az oltárhely felé, és látnak jól mindent, mert az oltár körül kereken négy grádicsal magasabbra töltött a föld, és le van padolva a kerítő szálfa árbocokig. S az árbocok köze itt hátul be is van deszkázva három oldalon. És így megláthatják a bámuló népek az oltárt, meg a püspököt, meg a papokat, és látják jól a királyt, aki szemben ül velük most, mint aranyos bálvány. A harang elnémul, és az ének szó is elhallgat és csak az ember sokaság tompa zúgása hallatszik, mint üres és halott csiga a tenger A püspök imádkozik halkszóval latinul, s négy pap az aranyos ládikát hozza a Szent György erekével, s béteszi az oltár kőlábjába. Azután kőművesek jönnek, és felteszik a kőlábra a simára faragott négyszegletes kőlapot, és odafalazzák pontosan a maga helyére. A király moccanás nélkül ül, és nézi az emberek tengernyi sokaságát. Legelől, mindenki más előtt és középen állanak egymás mellett Vazul Fia Béla, meg Imre Herceg, és velencés Péter úrfi. Megettük túl a tiszai urak és főemberek a templom egész szélességében tömötten állanak, de külön csomókban az együvé tartozók, és az embercsomók nem keverednek egymással össze. Baloldali szélén a templomnak, a határoszlopnak támaszkodva áll Csanád ispán. Mellette a szegedi meg csongorádi, bihari meg a szatmári ispánok. Az ispánok mellett Árpád törzséből való nemzetségi főemberek. Sokan vannak, bár messziről jöttek ide, mert a király törzséből valók. Külön csomó mellettük a kende törzsberieké. Újból más csomóban állnak az ond törzsberi nemzetségek, a vaták, csoltok, barsák, ladányok. Az uraks főemberek megett vári szolgáló népek. Fészkelődnek és megmegmozdulnak egy helyükben, felnyúlnak és visszasüppednek, hogy az egész rettentő nagy embersereg hullámzik, mint a tengervize. Nézi a király a sokaságot, és minden ember, aki csak ott van, s még a legmesszébb álló is úgy érzi, hogy a király pillantása számba vette, és számon tartja őt. S felpillant a király az asszonyi karra is, és ott is sokan vannak. De szeme ott csak egyetlen asszonyt látott meg, és vett számon s az az asszony feketébe volt öltözve, s fején vékony ezüst karika szorította le a fekete fátyolkendőt. S a haja is fekete volt, s az orcája, mint a fehér alabástrom. De szeme, mint a bársony, ragyogó és meleg és puha, és pillantása kedvesen szelíd, mint az őszi napsugár. S most ünnepes méltósággal szárnyal a papok éneke, és a püspök áll az oltár előtt. A többi közül három pap jön elé, és járul sorban az oltárhoz. És egyik a másik után fehér vászon terítő ruhát teszen az oltár kőlapjára, egyiket a másikra reá. A püspök pedig sorban minden terítő ruhát szentelt vízzel hint meg. Megint más papok jönnek sorban, és mindenik hoz valamit összefogott két kezében, leteszi sorban, amit hoz az oltárra. Ivó kejhet, meg ostya tartó edényt, gyertya tartókat, stalpas keresztet. és minden holmi ragyogó aranyból való. A püspök pedig sorjában mindent, ahogy hozzák s leteszik, szentelt vízzel hint meg. Mikor minden az oltáron van, elhallgat az ének, és a minisztráló kispap csenget, más minisztráló lengeti a füstölő edényt, s minden papok letérdepelnek. és akkor a püspök az oltárral szembefordulva imádkozik, s fejét meghajtja alázatosan. És amikor az áment mondja, Felállanak mind a papok, És diadalmasan zengve zúgva, És harsogva hömpölyök szerte, És elborítja az ember sokaságot, És felszáll az égre A büszke, győzedelmi ének. Az őszelei nap Szelídvidáman mosolyogva ragyog le A kristálytiszta, halovány kék égről. Aztán egyszerre csend lett, és a király felállott székéből. Oda ment az oltár elé, és ott megállott a püspök mellett. Az oltárról elvette bal kezével a talpas keresztet, és szembefordult a sokasággal. Jobb keze a földre támasztott hosszú egyenes kardon. Pillantása végigrepült az embereken, és azután vissza, és megállott az urakon, akik elölállottak, s lassú, erős szóval mondotta a király. Íme egy kezemben kereszt, s azt az Úristen parancsolta az én kezembe, hogy tartsam és vezessem hozzá az én népemet. De más kezemben tartom a kardot. Ma püspököt adtam nektek és papokat, akik tanítsanak titeket, és kereszteljenek, és eskessenek, és temessenek. Nekik engedelmesek legyetek a magatok javára és az ország javára. És én számon tartalak, mert számodással tartozom ti értetek, az Istennek, aki az én uram, és a ti uratok. Köszöntelek szívesen, akik eljöttetek hívó ma, és ezt jól tettétek. De bizony mondom, rosszul tették, akik nem engedelmeskedtek szómnak. Köszöntök mindenkit, és mindenki a király vendége ma és a holnapi vasárnapon. Letette a keresztet az oltárra, bal kezébe vette kardját, és jobb kezét homlokához emelte a népekhez fordulva. Azután a püspökkel együtt lelépett a grádi csokon, és ment a templomhely hosszában, kifelé. Előtte utat nyitottak a népek, és utána jöttek a papok, és a három úrfi, és az urak mind. Így ment gyalog, s lassú lépésekkel a király, és a sokaság levette előtte süvegét, és meghajolt, és újjongva kiáltozott. Az asszonyok pedig, magasra emelték az ölbeli gyermekeket, hogy láthassák a királyt azok is. A templomhely előtt állottak akkor már az úrasszonyok és kisasszonyok, akik az asszonyi karról jöttek volt le. Az asszonyok is mind meghajoltak a király előtt, és a király visszaköszöntötte őket. Azután egyenesen a vajda özvegyéhez lépett, s csendes, lassú szóval mondotta rég láttalak, nagyasszonyom. Az asszony reál néz, fekete szeme fátyolos most, és szava akadozik. Nem akartam, hogy láthass, és most sem én akartam. Szeméből két nagy könycsebb szivárog lefelé, és mindenki hallgat. Aztán a király nagy későre megmozdul menjünk a házba. és azt akarom, ne kerülj engemet ezentúl, asszonyom. Indul, s mellette az özvegy talpik feketében. Szótalanul mennek az újjongó ordító sokaság között elől, és által a piacon az ispánházához. Fellépnek a tornácba, s onnan a palotás házba bé, és ott a király megáll. Körülnéz, és rámutat Imre hercegre. Lásd, asszonyom! Ez itt az én fiam. Az asszony nézi a herceget, és azt mondja. Tarcsa meg a te fiadat az Isten! Nevelje, és oltalmazza! együttült asztalhoz a király úri vendégeivel, s szokása szerint nem igen beszélt. Hogy ebédjét elvégezte, magához parancsolta a besenyő főembert, s mikor az hozzájött, s megállott előtte, jól megnézte. Aztán mondta. A te urad is megkapta király üzenetét, s mégsem látom itt. Pedig az ő a királyi föld. És Tonuzoba úr király szolgája, akinek engedelmeskedni tartozik minden népével együtt. Nem kérdezem, miért nem jöhetett, se nem kérdem, miért küldött maga helyett téged, de üzenem neki, öt napig még itt vagyok, és parancsolom neki, itt legyen öt nap alatt egész háza népével, és a püspök fogja megkeresztelni, és én akarok keresztapja lenni minden fiának. Szólottam s több szavam nem lesz tonuzobához. Azon a napon egész délután, s későn estig prédikáltak gellért püspök papjai a népeknek. Künna piacon és lenna vár alatti mezőkön is oktatták a népeket, a régi templomban pedig keresztelték az embereket, asszonyokat és gyermekeket, akik ott tolakodtak nagy sokasággal és szakadatlan sorban jöttek. És másnap, vasárnapon sem fogyatkoztak meg, tehát a papok akkor is mise után egész napon által prédikáltak és tanítottak és kereszteltek és eskedtek. S Gellért pap boldog volt, és hálát adott az Istennek, és nem fáradott meg sem ő, sem papjai. A vendégurak meg asszonyok is szorgalmasak voltak mise hallgatásban, gyónásban, s meghallgatták a papok beszédjét. Hétfőn a király hazaküldte az ispánokat váraikba, a bihari ispánnak pedig ezt mondotta. Vasárnapon ott leszek a püspökkel, és parancsolt be akkorra király szavával a népeket a templomba. Az ott valók minden házuk népével ott legyenek, és ezt üzend az uraknak is, akiknek szállása a szamos, a körös, meg a tisza közén van. Walter mestert pedig siettette az új templom építésére, hogy az ő parancsára ássák és csákányozzák a fundamentumokat, Követ hordjanak, s faragjanak fundamentumnak, falaknak, meg oszlopoknak. Porondot, s fát fuvarozzanak, meg meszet Gellért püspök szekérbe ült Konrád és Krátó kanonokokkal, és indult, hogy megnézze tartományát a Maros mellett, és felfelé a Körös felé, s prédikáljon a szállásokon és tanyákon az embereknek, és keresztelje meg, akik még nincsenek megkeresztelve. Úgy számította, hogy vasárnapra Biharvárában lesz ő is. A király pedig Imre herceget parancsolta püspök kísérésére a zászlókopjával. S ő maga Csanád és a testőrzőkkel ment, hogy a királyi majorságokat és tanyákat, s a népeket, rabokat és állatokat számba vegye. Csütörtökön estére érkezett vissza a Marosi várba a király. A várnagy jelentette. Donozoba úr nem jött, de főemberrel üzente, hogy a királynak mindig hűséges embere volt, s most is az, de a papokat nem szolgálta eddig sem, és ezután sem. Itt még az embere, akivel üzent. Tennap estére jött, és még éjjel ellovagolt. S hol most a besenyő? Itt volt a temesi rétségeken, de az ember azt mondta, hogy hazakészül a téli szállásra, a körös mellé. A király többet nem kérdezett, s nem szólt. Fáradt volt, s rossz kedvű, mert nyirkos, ködös időben, mostanában fájt a lába. Estevédnél a király Wolferkomesznek parancsolta, hogy hajnalban készüljön, s induljon zászlójával, s a király billogjával a körösi téli besenyő szállásra, s hozza Marosvárra Tonuz oba urat háznépestül s vazul Béla úrfinak parancsolta, hogy ő meg zászlójával a temesi szállásra induljon, s ha ott kapja, onnan hozza el a besenyőt. S ha nem kapjátok az urat, hozzatok főembert, vagy atyafiságát, vagy akárkit, de túszt hozzatok nekem. Wolfer úr meg Béla úr bólintottak. Úgy lesz. S azután sokáig nem szólt senki. Később csanád úr mondta. Ha bántod, ugathat, s haraphat a besenyő, s éles a foga, és messzire hallják itt a hangját. Kedverik és férik a besenyőt mind a pusztai népek és urak. De téged meg nem bántott, uram. A király csanádra nézett. Azután lábához kapott kezével, mert belé a fájás, hogy orcája megtorzult a kintól, és tikkadt hangon mondta. Vagy keresztvíz alá hajthatom a besenyő kemény fejét, és akkor tovább nincsen bajom vele, vagy eltöröm nyakát. Ez rendet kell csináljak ebben a tartományban, még ha megtiporom is mindet mert bizony mondom, ha jövő esztendőre Konrád császár, reám jön minden hadával napnyugatról, akkor a hátamban senki se gyújthassa meg ez országot. Ha nem, most segítsetek, és fektessetek le, mert bizony reám jött a nyavaja. S üzeny biharba, hogy nem mehetek s ne várjon a püspök sütött a nap, s barátságosan mosolygó, szelíden meleg idő lett. A király ágyban feküdt, és fájós lába dunnával bétakarva. De hogy az idő megjavult, megenyhült a fájás a lábában, és a király most aludhatott, és a délebédet is elaludta. Jó délután volt, és arra ébredt meg, hogy a hanyatló nap a nyitott ablakon keresztül orcájába süt. Frissen ébredt, éhes volt, s jó kedvű ágyból kelt, és mikor felöltözött, csanád urat tudakolta. Az ispán a révhez ment, mondotta a legény, s megparancsolta, ha a nagyúr megébred, szóljunk. Az építéshez várom. Evet s ivott jó ízűn a király, azután indult ki a házból a piacon keresztül az építéshez éppen csak érezte a lábát, és bottal ment, mert gyenge volt még, és megsoványodott, és orcája sárgás, halovány. Az emberek a fundamentum árkában dolgoztak. Merték a vizet, és dúcolták a földet, s ástak, meg lapátoltak. A szekerek keservesen nyikorogtak, és mélyen merültek a sárba, de azért hordtak. S kőművesek kopácsolva faragták a követ a templom elején már dobálták be a követ az árokba. Egyengedték, törtmeszet szúrtak rá, meg porondot, és csebrekkel öntötték reá a vizet. S ott állott Walter mester, és két asszonynak magyarázott. Egyik asszony talpik fekete gúnyában, s a vajda özvegye volt az, a más meg csanád úr felesége. Hogy észrevette, Walter a király elé sietett és köszöntötte, de olyan sáros és mocskos volt, hogy alig látszott papnak most. A király elmosolyodott. Látom, nem nyugszol, igazad van. Sietni kell mindig az építéssel, és nincsen rossz idő, csak hanyag és rest ember. Együtt mentek az építés helyére. És Walter jelentette, hogy az egyik tornyot holnap rakni kezdik. Jó lesz éj az alja, erős éj ott a föld. Kemény agyag, uram! Országot lehet arra építeni, nem tornyot. Vigyázz, pap! Itt vigyázzál jól, és itt ne csinálj bolondot csak. Ha jó a fundamentum, akkor ha összedűl is a fal, kicsi dolog felépíteni. Ha kivágod a fát, de ép a gyökere, kinő a fa megint, mert a gyökér a fa, s nem a korona. Az asszonyokhoz értek, s azok most meghajoltak, s köszöntötték a királyt. A király folytatta, s most az asszonyokhoz fordult. Sokat építettem én már, úrasszonyok. Amióta eszemet tudom, s magam ura vagyok, mindig építek, csak építek. Szeme az özvegyasszony szemével találkozik, s tovább mondja. Még akkor is, amikor azt hiszik, hogy rontok. De a földet elsőbben takarítani kell. Kivágni a töviset, és kiszedni a követés és gyökereket, azután felhasítani a földbőrit, hogy gabonát teremhessen és mély sebet kell beléje vájni, hogy templomot építhessünk. Az asszony lehajtotta fejét, úgy mondta. Beteg voltál, király. Elmúlt, s most süt a nap, úrasszonyom. Azt csalt ki minket is a házból. Walter pap ment a dolgára, és a király ott, ahol a templom kapujához való köveket faragták, leült egy hosszú, kifaragott grádicskőre. Letelepedhetünk, ide melegen süt a nap. A két asszony is leült, de kicsit messzebb a királytól. És nézték a kőfaragó emberek munkáját, és hallgatták a munka lármáját, és nem beszélgettek most. A munkahely előtt a piacon felvágott sár, ott sok szekér jár, slovak meg ökrök, és a sár nem szikkadhatott még fel. A sárban gyermekek játszanak, vájkálnak és dagasztanak, és az út mellett kavicsból, kőtörmelékből és gerendaforgácsból házat, stemplomot építenek. Munkás rabok gyermekei mind, akik itt játszanak, amíg szülőik az építésnél dolgoznak. Mezítelenek, csak két-három nagyobb lóg egy-két rongyfoszlány. Bőrük sötétbarna és sárosak, még a kócos hajuk is sáros. És soványak mind, hogy a bordájuk látszik. De a szemük csillog, és lármáznak, kacagnak, vidámak mind. A király már ismeri jó részt a gyermekeket, és most nézi őket. és arra riad fel, hogy köszönti valaki. Felpillant csanád ispán áll előtte. Valami híred van é? -e? Reggel egy kerülőm jött aradról, sereget látott. A sereg temes felől jött, átkelt a maroson, s haladt sebesen éjszak felé, be a pusztába. Mifélék voltak? Messze volt az ember, nem láthatta jól, de lovas sereg, s úgy látta sokan. A király a földet piszkált a botjával, s nem szólt. Csanád még azt mondta. Tüstént portját küldöttem a temesi besenyő szállásra, és másikat a téli berény felé, de még nem jött vissza egyik is. A király bólintott. Lovak patkója csattog és dobban. Fegyverek csörögnek, s a gyermekek nagy kiabálással futnak ki az útból a piacra, és B az épület felé. De egy apróka mezítelen kölyök csak áll az út közepén, szeme rémülten tágra mered, szája is kitátvas, mintha kiáltani akarna. És csak áll, nem moccan, két karja széjjel tárva, keze sáros ujjacskái kimeredve. Talán négy esztendős lehet, s előtte már aló. ló. Rettentőt sikolt. A ló megtorpan, és oldalt ugrik ki a gyermek mellé, s a páncélos legény kegyetlenül káromkodik. Azután csak lehajlik a nyerekből, megkapja a gyermeket hajánál, és hajítja. A gyermek repül, mint a labda. Azután elterül a földön, és nem moccan egyet sem. S a páncélos vigyorog. Egy asszony sikolt, és valaki németül kiáltja. Megállj! Le a nyeregből. A páncélos odapillant, s megsápad a király, s ugrik a nyerekből. A háta megett néhány páncélos katona, akkor állítja meg lovát. A legény áll, s egy fejjel nagyobb a királynál. S a király botjával egész erőből fejbe vágja a legényt, az pedig hang nélkül egész hosszában hanyatt esik a sárban. A király megfordul, és ott áll csanád annak mondja. Ez a disznó, ha felmosták, korbácsot kapjon. A munkás embereknek szól, akik futva gyülekeznek akkor oda. Szólítsátok a gyermek apját! S jött is már egy nagy, veres hajú, szakállas rab, s jött jajgatva egy fekete hajú, rongyos asszony. Vigyétek haza a gyermeket! Úgy lehet, nem halt meg akkor vette észre, hogy ott áll mellette a vajda özvegye is. Szeme kitágulva, orcája, mint a fal, és a király kicsit restelkedve mondja. Láthattad, azt a gyermeket bántotta az a nagy bitang. De megyek most innen, asszonyom. és indult keresztül a piacon, és egyenesen az ispán háza felé. A mesterek, pallérok, rabok meg katonák, Walter, pap meg a két asszony most mind ott állottak a templom hely előtt az úton, hang nélkül és moccanás nélkül, és bámultak a király után, aki lassan, s kicsit biccentve ment a sáros piacon keresztül, s nyomában legénye. király a házba ment be. S hogy a lába megint nyilalni kezdett, ágyára dőlt le. Puha bőrcsizmáját lehúzta a legénye, és dunyhával takarta le a király lábát. Akkor jött nagy sietve az ispán. A korbácsot megkapta a német, főlegény volt. Annál jobb. S a gyermek? Nem tudok arról. Rabgyermek, de a páncélos portját Wolfer úr küldötte előhadul, a komesz is jő. S üzent é, mit végzett? Túszt hozott a téli berényből. Fő embert? a feleségit, s két kicsi fiát. A király orcája megrándult, lábához kapott. Küld az orvos orvosbarátot, Alig, hogy elment a királytól az orvosbarát, megérkezett a páncélos zászló, és Wolfer úr jött a királyhoz. Túszt hoztál, hallom. A komesz sáros volt és izzadt. Tanuz oba úr nem volt a berényben, s ember se sok, nem vártak, úgy lehet. Elhoztam hát az asszonyt és gyermekeket, de tizenkét legényemet vágták s nyilaszták le. Azután tüzet vetettem a pogány szállásra. A túszokat küldjem -e ide? Add az asszonyházba őket. Estebédhez a király is a palotás ment, s hogy az evést végezték, a vajda özvegye kérdezte a királytól. Mit akarsz a besenyő asszonynyal s gyermekekkel, uram? Meg akarom szelidíteni Tonuzoba urat, és gellért püspök nyáját megszaporítani a besenyő nemzetséggel. Ezt akarod? Bizony ezt fogom tenni, és semmi egyebet. Kin harsant a toronyi őrkürtje. A király felfigyelt, és csanádnak szólt. Tudd meg, ki jött. Csanád kiment, és mind hallgattak most figyelmesen. Azután visszajött az ispán, s vele Vazulfia Béla és Krátó kanonok, meg a Bihari várnagy. Mind a hárman a király elé járultak és köszöntötték, s mind a hárman piszkosak voltak és izzadtak, s a pap alig állott a lábán. Állottak hárman és vártak, s a király azt mondta a papnak. Őj le, Krátó! S te elsőül, Béla öcsém! A temesi szálláson értem Tonuzoba urat, de szökött előlem. Haddal volt, tudom, és én mindig a nyomában. Maga után csalt a homokba, és esett az esős, jó, hogy vigyáztam, mert az ő serege egyre nőtt, s szaporodott. Tegnap azután felkanyarodott a marosnak, és ma hajnalban átkelt a vízen, s mi mindenütt a nyomán. De azután egyszerre visszacsapott, sokan voltak, és három oldalról csaptak reánk. Fél turmát vesztettem, de kicsúsztam. Nem üldözött. És ezt nem értem, hanem egyszerre seregestül megfordult, s továbbfutott. futott. Akkor találkoztam a bihari várnaggyal, és őket kísértem ide, uram. A király krátónak a papnak intett. Mit hoztál, kanonok? A püspök üzenetét. És szomorú az, mert vasárnapon senki misére nem jött a várba, és üres volt a templom. Keresztelni pedig egyetlen várbeli asszony hozott gyermeket, s a püspök gyötri magát, és imádkozik, és a várból nem mehet ki a tanyákra a népek közé, mert a portyák rossz híreket hoztak a tartományból. A körös torkánál és az erdőelvi hegyek alján avarok mozgolódnak, és a pusztai népek azt beszélik, hogy Tonuz Oba vezír minden besenyűt lóra parancsolt s fegyverbe. Az ond törzsi urak nyughatatlanok, és a népek nem mozdulnak a szállásokról, és idegen csavargók kerülgetik a várat. S Imre herceg azt üzeni, hogy zászlójával a várban marad, amíg a király mást nem parancsol. Te Biharvárból jössz, Mit láttál a pusztán? Semmit, uram. A pusztaság pusztaság, és én nem láttam jöttünkben csak nehány csordát, juhokat, meg pásztorembereket. De a várnagy hajszolt minket, s úgy gondolom félt, azért alig pihentünk. Én pedig elmondtam az ispán üzenetét, és a püspök úrét, és az Imre hercegét is, uram. A király a bihari várnagyhoz fordult. S te mit szólasz? Kísértem a papot uram parancsából, és szerencsésen itt vagyok vele. S a pusztán, te is azt láttad, amit e papi ember? A vár nagy kacagott. A vak is láthatta, uram, hogy a puszta tele van friss lónyommal, és a nyomok a besenyőszállás felé futnak. Slovak patkolva nyargalnak, s nyergükben legények. Szememmel láttam ezt, nagyúr, ezért siettem. De e pap szemét a sok apró betű bizonyosan megvakította, hogy nem látta ő is ezt. Más híred van é? -e? A várnagy csodálkozva nézte a királyt, és mondta. Mindent elmondottam, nagyúr, s mi lehetne még? Üljetek le, egyetek s igyatok. Mogorván ült a király. Hallgatott s nézett maga elé. Csanád úr pedig csendesen mondotta. Ugat a besenyő, és az egész nagy puszta hallja a szavát, s már az erdőelvi avarok is lám. A király elnézett, legyintett, és az ispán elhallgatott. Azután az asszonyok elbúcsúztak s mentek. Amikor nem voltak már a házban, a király mondta. Láthassátok, és éppen te, csanád, kamasz gyermekek még itt az urak, s népek. S ha egy van közöttük, aki rossz példát ád, mind megrontja a többit is. Ha édes gyermekem volna is a besenyő, bizony nem engedhetem, hogy roncsa a többit és mindent. Kihúzom a töviset, ha szúr, mert ha hagyom, gennyes sebet csinál, s az megölhet. Azután parancsolt a király. S még azon az éjszakán indult parancsa Csongrádra, Szerre meg Szolnokra, hogy az ispánok fegyverbe szólítsák a várnépet, és sűrűn sűrű natiszát, hogy lélek keresztül ne léphesse a vizet. A bihari várnagy pedig estebéd után tüstént fordult vissza a parancsal, hogy az ispán Várihaddal futtassa meg a hegyaljai avarszállásokat. Imre herceg meg a besenyő szállás felé induljon a király zászlóval, de ha Tonuzóba úrral találkoznék, szemelől ne eressze, hanem a vár felé csalja. S hajnalban indította Béla úrfit meg Wolfert a zászlókkal meg friss lovakkal. Utóhadul meg Csanádúrral úrral, s Velencés Péter úrfival még egy zászlót indított királyi testőrzőkből és vári kopjákból. S Lóra ült maga is, és Lóra parancsolta Tonuzoba úr feleségét is, de a két besenyő gyermek a várban maradt. Tanúz Oba vezír elszámította magát. Azt hitte, hogy a király azt az egy zászlót indította csupán hozzá, aki a temesi pusztára jött volt. Azt csalogatta, szökött előle, s közben minden népét slovát összeszedte. S későn kapta a hírt Wolfer seregéről, akit a téli szállásra indított a király. Tüstént fordult, és futotta Maros felé, ahogy csak a ló bírta. De későn érkezett a téli szállás porrá égve, a füstölgő üszkök között halott emberek és elvadult kutyák. Az előkerült emberektől aztán megtudott mindent, s azt is, hogy az új szállás a felsőkörös túlsó partján van, és ott van a beke is haddal, aki gyűltön gyűl. A vezír sietett az új szállásra és a hadhoz, s azok ott voltak, de más senki. S más, hát senki sem jött, vagy üzent? A magyari urak, avarok és erdőelviek. Senki, uram, nem üzent, se nem jött. Tonuzóba nem szólt. Tudta már, hogy bolond volt, mert egyedül maradt. Egyedül a királyjal szemben, akinek kezében felesége és két kis fia. De a királynak is van egy fia. A besenyő szeme megvillant. És szájában csikorogtak a fogak. Tonuz Oba vezír két zászló besenyőnek parancsolt akkor, És ezek most mind fegyverben és együtt. És tudta, hogy biharban is csak két zászló van, De az ispánnak lesz dolga az avarokkal, Ha idejében megjönnek azok. S a bihari vár nyomorúságos földsánc csupán, De most benne a püspök s a herceg. S azután bé a körös torkába, ahová nem jöhet utána a király, sem senki. A gyáva magyari urak hát csak lapuljanak. S a vezír kiköpött. Másnap hajnalban felkerekedett a haddal, és a hadnyomában az egész szállás asszonyokkal, gyermekekkel, s ménesek, csordák, sátoros szekerek, s rabok. Az egész besenyő nemzet. Ment, vándorolt a fehér köröstől napkelet felé, a sebes vize felé este felé már túl voltak azon is. A had előtt járó portják pedig akkor már verekedtek Imre herceg kopjáival. Éjszakára felleges lett az ég, és sötétség borult a pusztára. Tonuz úr megpróbálta, hogy rajta üssön Imre táborán, de nem sikerült. A herceg készen várta a besenyőt, és idejében rendben állott a sereg. Később pedig, a bihari ispán zászlója rohanta meg a besenyők táborát, a had háta megett, és tonuzobának vissza kellett fordulnia, hogy elverhesse az ispánt. Hajnal felé csendes eső indult, és semmit sem csinálhatott, s a portyák sem értek semmit most. Tonuzoba úr egész éjjel ült a tűz mellett. Szürkülődéskor így ültében nyomta el a fáradtság. S arra riadt, hogy a beke áll előtte. Uram, a sereg hadirendben! És itt a főasszony! Tanuzoba úr felugrott, és tántorgott, mint az ittas ember. Szeme káprázott és égett. Azután meglátta a lovat, akiről akkor szállott le egy asszony éppen. Az asszonyon bő szürke gyapjú köpenyeg, és a fején csukja s már áll előtte, és hátratolja a csukját, és az asszony fiatal és hosszú, s vágott fekete szeme csillog, de szépséges orcája meggyötört most, és halálos szomorú. Odalép a vezírhez. A király küld engem, és a király itt van, mondja halkan. Tomzobából nehezen szakad ki a szó. A király, s a gyermekek? Marosváron, uram. S a király üzeni, Tedd le a fegyvert, tonuzoba vezír. S az egész besenyő had tegye le a fegyvert. S parancsolja a király, Minden népeddel keresztelkedj meg, uram, És azt is üzeni a magyari király, Hitére mondja, ha szavát fogadja tonuzoba, kegyelmes lesz és semmi bántása nem lesz neki, népének, és feleségének, és gyermekeinek. S mond uradnak, mást úgy sem tehet, mert körül van kerítve, s megölhetem. Az asszony hallgat, s hallgat. Szeme nyughatatlanul ugrál ide-oda, s pislog. Körülötte főemberei állanak néma mozdulatlanságban, és néznek reá, és várnak és ott áll hadrendben mozdulás nélkül a sereg, két zászló besenyőlegény, és az elejük és végük elvész a messzeségben. Az eső pedig csendesen, hangtalanul permetez. A vezír egyszerre felkacag, nyerítve és fuldokolva kacag, és azután kiált. Hazudik a király! Hazudik! Azután mintha karddal vágták volna el hangos kedvét. Megnémul, és áll, és figyel. A reggel már egészen világos, és fázósan, kegyetlenül józan a szürke ég. És a szitáló esőben, s a hirtelen csendességben fülett tülök búgását hallja. Egy tülökét, és utána másikét, s azután sokat, Körös körül mindenütt, és az asszony szól, halk, tört hangon. A király nem hazudik, uram. király seregeinek gyűrűje szorosan keríti a besenyő tábort, és abból kitörni nem lehet már. És a király megkapja az üzenetet, hogy besenyő tonuzoba kegyelemre megadja magát, és maga jön a főemberekkel a királyhoz. Várom! István úr lóháton ül, és mellette Imre Herceg és Péter úrfi, Wolfer meg Csanád Ispán két oldalt királyi testőrzők, és megettük a páncélos zászló. Messze előttük a síkon, az egész besenyő sereg hadrendben, de a legények nem ülnek nyerekben, hanem mind a ló mellett állanak most. A besenyő hat felől lóháton jön a vezír. Mellette egy oldalon felesége, más oldalt a beke, és mögöttük zászlóhadnagyok és főemberek. Lassan léptetnek s a vezír jobb kezében a buzogány combjához támasztva. Sokáig jönnek, amíg a királyhoz érnek, és ott megállanak. Wolfer úr előre lépett. Add buzogányodat, vezír! Tonuzóba nézi a páncélos nagy németet, aki most ott van előtte, Karhosszúságra csak. És nem mozdul. Annak most a sisakja nyitva, és látszik szőke bajuszos, szakállas orcája. A besenyő nem veszi le szemét róla, de a buzogányt keményen markolja keze. Fejét kicsit a felesége felé fordítja, és dörmögve kérdi. Ez volt. És az asszony súgva mondja. Ez s már a ló oldalában a sarkantyú, és a ló ugrik előre és magasat, és süvölt és zúg és zuhan a szeges buzogány, Wolfer fejébe. Jézus! Minden szívek dobbanása megáll egy szempillantásig, s azután minden egyszerre mozdul és üvölt iszonyút, a nyerekből kibukott komeszt megriatlóba vágtatva hurcolja a földön, hogy lába a kengyelben akadt. A komesz vasgúnyája széles barázdát szánt a felázott gyebben, és fekete szalag a barázda alján, Wolfer úr kiömlővére. Tonúz oba vezírre vont karddal csapott le Péter úrfi a királyi testőrzőkkel, a vezír pedig eldobta kezéből a buzogányt, és nem védelmezte magát. De mégis leütötték és lerántották már lováról, amikor a király kiáltotta, megálljatok! Ő maga lovagolt oda, nézte a földön heverő véres és tépet besenyőt. és a vezír mellett ott a földön a felesége is, reáborulva fejével, és véres az asszony is. S a besenyő főemberek is, akik a vezírrel voltak, azok is ott hevertek a földön véresen, és tépetten, de minnyájan éltek. Négy katona hozta akkor Wolfer urat, és letette a király elé a gyepre. A katonák hajadon fővel voltak, mert a komesz halott volt. A király leszállott lováról, odalépett a komesz elé, és lehajolt orcájához, de csak összetört, behorpadt, véres, fekete csomó volt annak helyén. A király keresztet vetett magára, és imádkozott Némán, és mind az urak és katonák leszállottak alulról, és állottak a halott körül lehajtott fejjel. A kürtös pedig megfújta a kürtöt. A király azután újból nyerekbe ült, és parancsolta. Wolfer urat lóra kössétek, és visszük Marosvárra. Tonuzobát és feleségét, Temessétek el itt, a vízpartján. De hiszen él a vezír, s az asszony is él, uram. Így parancsoltam, temessétek őket el. S lóháton fegyveresen temessétek, mert vezír volt. A besenyő hat pedig és a főemberek, meg az egész szállás nép Marosvárra jön utánam. Úgy történt minden, ahogy a király parancsolta. A vízparton a rév mellett temették el Tonuzoba vezírt és feleségét. A vezírlovára ültették kettőjüket, és amikor a földet rájuk hányták, élt mind a két ember. és a besenyő sereg, és az egész besenyő nemzet ott volt, és lát. Ezt a temetést. Egész héten borús, hűvös idő járt. De szél indult, és az eső nem esett. És vasárnap is csak ilyen idő volt. De soha azért annyi nép nem gyűlt a várba be, mint ezen a napon. És Gellért püspök minden papjaival akkor keresztelte meg a várpiacán az egész besenyő népet, az embereket, asszonyokat és gyermekeket, mert közöttük eddig egyetlen egy sem volt Krisztus hitén való. István király pedig kegyes volt hozzájuk. Két vezért adott nekik a főemberekből, és az egyik a nép felével a kőrösi szálláson parancsolt, a másik a temesi szálláson. A két gyermeknek pedig a király volt a keresztapja, és keresztanyja az egyiknek a vajda özvegye, a másiknak csanád felesége. Azután Gellért püspökre bízta őket, hogy papokat neveljen belőlük. De a besenyőkön kívül tengernyi más nép is gyűlt akkor Marosvárra, és számosan az ond törzsbeli urak háznépestől és szolgáló népeikkel. A besenyőkön kívül azon a vasárnapon Gellért püspök és papjai háromezer új bárányt soroztak be Krisztus urunk magyar turmájába. Más héten azt mondotta a király Gellért püspöknek. Most induljunk, és nézzük meg együtt a tartományokat és a népek meg urakszállásait, s bátran mehetünk most és had nélkül. Te megnézed a templomok és plébániák és temetők helyét, és megszenteled ott a földet, és én megnézem a várakat és ispánokat, és igazságot teszek urak s népek között és Imre Herceg velünk jön. Bejárták akkor Aradot, Bihart, Szatmárt, Szolnokot, és lent Temest, meg Krassót, le a kevei várig. Amikor Marosvárába visszaérkeztek, mind szentek hava utolsó napja volt, és a fákról pergett a sárga levél. De kedves, verőfényes őszi idő volt azért. Egyetlen napot szánt pihenésre a király, és akkor reggel megnézte a püspöki templom építését. A fundamentumok mindenütt ki voltak falazva, és kereken a padló felett nőttek szaporán felfelé a falak. S két annyi kőműves faragta a követ most. A király megdícsérte Walter mestert, és pénzt osztott ki a mesterek és pallérok, fuvarozók, ácsok és minden dolgozó népek között. És amikor megtudta, hogy a gyermek akit a páncélos katona bántott volt, meggyógyult, a veres szakállas arabnak egy bizánci aranyat ajándékozott, és a rabságból megszabadította. Délebéd végeztével szállására hívta Imre herceget, és azt mondotta neki. Megjártam veled most a Tiszán földet, és megösmerhetted a király várait, a tartományokat és a szabad nemzetségeket is. De nem ösmered még az erdőelvi földet és gyulafehér várát, meg a bányákat, akik a királynak sót, aranyat, meg ezüstöt adnak. Oda indulunk holnap sereggel, és megösmerd azt is, mert úgy akarom. Te légy a király vajdája a tiszántúli földön és erdőelvén. Azután Gellért úrnak mondta te is velem jössz holnap az erdőelvi földre, mert amíg oda püspököt tehetek, az is a te tartományod. De éjszaka napnyugati szél indult, és reggelre zuhogott az eső, s nem indult senki erdőelvére, sem sehová, mert a királynak a lába fájt, s csak ült egész nap szállásán a házban, s jó részt a tűzhely előtt, ahol most lobogó tűz égett és füstölgött. Másnap reggel is még szitált az eső, de délfelé megritkultak a fellegek. Az eső elállott, és kisütött a nap. A király a nyitott ablaknál ült, és a nap reásütött. Imre Herceg fordult ki a házból, hogy a hadat mustrálja, amelyik most a Maros partján a vár alatt táborozott. Mert a király másnap indulni készült, ha az idő kedvez. A herceg kiment a házból, s a király süttette hátát a nappal. És akkor különös, idegen beszéd hangja éri a fülét. A szót nem érti, de a beszéd muzsikája ösmerős. és nem tudja miért, s honnan. De réges-régi álmok villannak agyába, zavarosan és érthetetlenül. Nem mozzan, csak ül és gondolkozik. Keresgél, járja visszafelé az élet útját, esztendőt esztendő után takarít el, és ássa fúrja magát befelé, mind mélyebbre, erőlködve, kínlódva, hogy verejtékes lesz a homloka. És nem tudja megtalálni a megsötétedett, halott múltakban azt a lágy muzsikát, ami olyan édes és szomorú, s mégis olyan kimondhatatlanul jó, hogy sírni tud az ember attól. Feláll a székről, és a lába most nem fáj. Megfordul, és kitekint az ablakon, és elfehéredik, és érzi, hogy minden vére a szívére fut. Emlékezik a király. Az ablak alatt Szelíden lankásodó, elkerített füves domboldalon szépen rendbe ültetett fák, és a fákon ittott aranyosan sárga gyümölcs. Ezt látta már egyszer, de emlékezik, akkor több levél volt a fákon, mint most. És hallja a beszédet, s az a beszéd is az, akit régen hallott egyszer, s most sem érti, de a beszéd lágy és szelíd, és különös beszéd, akinek a muzsikáját ösmeri, és tudja már, hogy görög beszéd az. Azután meglátja a padot, s azon egy asszony ül, talpik feketében. A pad mellett almafa, a fához támasztva lajtorja, és a lajtorján másik asszony hajadon fővel, s kosárba szedi az almát a fáról. A két asszony beszélget egymással, és a királynak fáj a szíve, ahogy hallgatja. Megfordul hirtelen, kézbe veszi botját, s megy ki a házból a kertbe, ahol olyan jó melegen süt a szelíden szomorkás, búcsúzásra hajló, kedves őszi nap. Lassú lépésekkel megyen a király, és lába alatt az esőtől megpuhult sárga levél nem zörög. A padhoz megy, és az asszony akkor veszi csak észre, amikor leül a padra, s akkor tágra nyílt, ilyet szemmel bámul reás, ugrana fel. Miért ijedtél meg, asszonyom? Avagy nem kellett volna ide jönnöm most? De olyan jól idesült a nap, s hallottalak beszélgetni, és jó esik a görög szót hallanom. Az asszony ülve marad, csak a fejét hajtja meg mélyen, azután felemeli büszke nyugalommal, és komoly, gondolkozó szemmel pillant a királyra. és a király az asszonyt nézi, a bársonyosan meleg szemeket, és az orcáját, aki sima most is és méltóságos. És színe, mint a csontból faragott Krisztus, az oltár fekete keresztjén. S orrát most finom, furcsán édes és fűszeresen meleg illat csapja meg, hogy megkábul tőle, és megint érzi a szíve fájását azután az asszony orcája bíboros lesz, és elfordítja lassan a fejét a királyról. Miről beszélgettetek, asszonyom? Konstantinápolisról, és a kék mármara tengerről, meg a csillogó aranyszarvról, és a fekete boszporuszról, uram. A szigetekről és az örökzöld fákról, meg a városról a halmokon épült aranyos póliszról, aki minden városok között bizonyára a királyné. Most is oda vágyódol, látom. Mindig, mindig. Harminc esztendeje, hogy elhagytam, s most már csak álmomban látom mindig. S álmomban boldog vagyok, és vidám, uram, és ébren sokat sírok, és sokat fáj a szívem. S most itt vagyok, egyedül és idegenül. Néz az asszony a messzeségbe, és az ajaka reszket kicsit, és hallgat. S a király is hallgat, és nézi az asszonyt, aki most előre néz, feltartott fejjel a halványkék csillogó égre. És karcsú, hosszú nyaka könnyedén meg van hajtva. kert alatt a várpiacáról való út kanyarodik lefelé a kapuhoz, s az úton három lovas legény kocog. Vidáman beszélgetnek és nagyokat kacagnak, teletorokból, szilajon és fiatalon. Imre herceg az, meg Péter és Béla úrfiak. Lenn a várfalon túl, a maros kanyarok csillogva, mint aranykígyó, és a víz mellett a királyi had táborának sátrai fehérlenek a mezőn. S látszik a hadis a tábor szélén, a három zászló, közbül a páncélosok, és két oldalt a piros lobogós királyi kopják. A legények a kapun kihaladnak, és száguldó vágtatással repülnek a tábor felé. A kísérő testőrzők dübörögve maradnak el tőlük. A király orcája elmosolyodik, ahogy utánuk néz. És az asszony is néz a három vágtató legény után. Arra riadnak fel, hogy valaki jön csörögve. Fegyveres királyi testőrző áll meg a király előtt, keze a homlokán. Felséges uram! Hazurról! Fehérvárról! A várnagy van itt! A király felkapja fejét. A várnagy? Hol van? Itt áll Svár. Jöjjön ide! Jött a várnagy, és a király intett neki, hogy szóljon az udvarispán üzeni uram. Konrád császár szavával jött hozzád a Freizingeni püspök úr, és Fehérváron Reád vár. Mit akar a császár? Kérdezi, hogy a király miért nem engedte országán keresztül a Strasburgi püspököt, aki jámbor zarándokul a Szentföldre igyekezett. Ezt kérdi a császár? Csak ezt? Ennyit tudok, uram de lehet mást is akar a császár, hanem azt én nem tudhatom. Jól van, hát csak fordulj haza és üzenem. Várjon a püspök, ha akar, és ideje van. A várnagy elment, s a király elgondolkozva halkan mondta. A császár belém akar kötni, tudom, és én azt alig kerülhetem pedig még más dolgom volna. A télire itt marad széj. Nem, uram, innen el kell mennem, s megyek. Haza? Görögországba? Nem, ott senki. De a fiam, a nagyobbik fiam házasodik, s hozzája megyek. A fiad? Hol van a fiad? erdő elvén, uram. Üzente, hogy a nagybesenyőket kiűzték a székelyek földjéről, s Kolozsváron lesz alakodalma. Kolozsváron. Oda megyek, uram, a hegyek közé, és ott maradok azután, s ha unakám lesz, nem leszek ilyen egyedül. Nem, nem, mondta a király, de nem tudta, mit mond, és ide-oda cikáztak gondolatai most. Szellő lebbent, és a fákról csörögve hullott a sárga száraz levél, és pergett, forgolódott, libegett a levegőben. És egy levél odahullott az asszony ölébe, a fekete gyászos ruhára. A király nézte. Az asszony összeborzongott, mert hűves volt a szellő. Hideg van, s a nap megyen le, lám, ilyen korán már. Azután leseperte öléből a levelet. Ősz van, nagy uram, s nem sokára lehull a hó, s rajtunk a kegyetlen, irgalmatlan tél. Én már a héten indulok a havas hegyek közé, s talán soha nem jövök ki onnan többet. A király is felállott. Mehetünk B. a házba, asszonyom! Mentek ketten egymás mellett. Lassan ballaktak, nem beszélgettek. A szél fújt, és a sárga száraz levelek csörögverepkedtek körülöttük. Mert ősz volt már, és közelgett a tél. Estére Konrád Komesz érkezett a várba, a királyné ispánja. Mi baj, Konrád? Semmi, uram, a királyné asszony egészséges. Akkor hát a császár püspökétől ijedtetek meg? Az sem, de az én asszonyom üzeni, ne időzz, és ne takaríts te napkeleten, de napnyugatra nézz, s ügyei, mert ott jön reád a baj. A császár maga készül ellenet haddal, és az egész birodalmi sereg, minden herceg és gróf és püspök. Konrád császár megfogadta, hogy visszaveszi birodalmához a túladunai földet, aki valaha a Frank Károly császár tartománya volt, és mind a német urak akarják most, amit a császár akar. Akarják-é minden németek császárostól az én tartományomat. Elhiszem, Konrád, hogy akarják. S mit akar a királyné tőlem? Hogy gyere, uram, haza, és békéi meg a császárral, mert ha béjön országunkba a birodalom serege, avval te szemben nem állhatsz. És még mit üzen a királyné nekem? Azt mondta, mondjam meg, ha kérded, uram, nem tetted jól, hogy vazul urat reákülted a bajor földre, hogy azt prédálja. De okosan tennéd, ha megbüntetnéd őtet, és a prédát, rabot, akit hoztak, visszaküldenéd a hercegnek, aki a császár fia. A király szeme most csillogott. Hogy járta meg vazul a bajor földet? Tudod-é? Csak annyit, uram, hogy megszáguldották azt egész a svábok földjéig. Négy várost megsarcoltak, és sok falut felégettek, és prédával rakottan, rabokkal jöttek haza. S mi hír a gyepűnél? Ott nincsen már bajor egyse. se, s az oszt már ki is kitakarodott. A király elküldte Konrád urat, és csanádot parancsolta magához. Na, no, a császár belém kapott, és ha zöldel a pást, kész a háború. Az ispán állott, és sokára mondta. Nagy dolog ez, uram. Nagy dolog, tudom. S véghez kell vigyük. És nem akarom, s nem tudom elkerülni. Mert fejemet nem hajtom meg neki. A császár hatalmas. A király nézte ispányját szúrós szemmel, és azt mondta. Őj le, csanád! Az ispán leült, és ültek egymással szemben jó ideig hallgatva. Azután a király kezdte. Holnap hazamegyek. Csanád mozdulás nélkül ült, és hallgatott csak. A király folytatta. A télen sereget fogadsz, és veled hagyom itt Imre herceget. Az ispán bólintott, de szemesem rebbent. A besenyőknek zsoldot ígérsz, és német prédát. Aki szabad vitéz, meg avar is, megfogadod. Az urakkal békességet tartasz, és barátságot, mert ha a fű zöldül, király zászlója alá gyűjjenek. Tudom, jönnek, a németre jó szívvel. Megint hallgattak, s megint csend volt. S azután újra a király mondta. A fiamra bízom az egész Tiszántúli tartományt, s reád csanád. Holnap én hazamegyek, és gondomat leveszem most innen. S erdőelvére a herceg menjen a haddal. A király a levegőbe bámult most, és lassan mondta: A hadat is viszem haza. S erdő elvére nem megy senki most. Csak békességben legyenek ott a népek. Én nem bántom őket. És más se bántsa. Most havában hírül vette a király, hogy a német birodalom minden hada összegyűlt már Frankföldön, a rajna mellett, és csak a császárt várja, aki maga áll a sereg élire, hogy a magyarok királyát megalázza, és nehéz kezét reátegye a túladunai tartományra, aki valamikor a birodalomé volt. Akkor a király parancsot küldött az ispánnak és a komeszeknek, hogy minden seregükkel tüstént Fehérvár alá siessenek, és ott táborba szálljanak. S a nemzetségi uraknak és magyari főembereknek üzent, hogy király zászlója alá gyűltön gyűljenek. S üzent Imre hercegnek, hogy jöjjön ő is a fogadott katonákkal, besenyőkkel s nemzetségi zászlókkal, és jöjjön csanád is a túlatiszai ispánok várizászlóival de a Bihari Ispán és Erdőelvi Zoltán úr maradjanak. Szent Iván hava közepén Konrád császár Régensburgnál táborozott két napon, és pihent, mert eső esett, és a had megfáradt. De hogy az idő azután sem derült fel, a császár tovább indult, és jött a Duna mellett lefelé. A vízen pedig hajók hozták a sereg élelmét, és a várvívó gépeket. De a német sereg lassan közeledett, mert az eső szüntelenül esett. István király serege akkor ott táborozott fehér vára alatt a síkon. Mind ott voltak az ispánok a vári zászlókkal, s ott a komeszek is zászlóikkal, meg a fogadott katonák serege, és ott voltak a nemzetségi zászlók is. Csupán sebős ispán nem volt ott, hanem az osztmár kigyepűnél a határőrző zászlókkal. Szent Iván hava utolsó hetében felderült az idő, és a király hírül vette, hogy Bresztiszláv herceg, aki a csehek és morvák országának ura volt, a császár szövetségében haddal jön a morava mentén lefelé és Vienna felé. Hajnalban már talpon, és nyerekben ült a sereg, és a király is hajnaltól szinte délig nyerekben. És künn a mezőn mustrálta a hadat, beszélt a zászlóhadnagyokkal, urakkal és ispánokkal. A királyjal együtt voltak, s kísérték őt, Imre herceg és vazul úr, Velencés Péter úrfi, meg az udvar ispán. És amikor mindent meglátott, a zászlóhadnagyokat és főembereket mind magához parancsolta, és azt mondta nekik holnap hajnalban hadba indul a sereg, úgy tudjátok, és készen legyetek. Végignézett a körülötte álló urakon s főembereken, és azok mind ránéztek, és a szemük kérdezett. A király pedig tudta, mit kérdez az urak szeme, de csak ennyit mondott. Csanád ispán jöjjön velem, és köszönt, s ellovagolt a várba. Magasan járt már a nap akkor, és forrón tűzött le az égről. Kinn a földeken pedig kezdték mindenütt a földmíves rabok az aratást. A házban a királyjal szemben ült csanád ispán, és a király mondta. A birodalommal számoltam, de Konrád császár okos, és én Brestislávval nem számoltam. Két felől jön az országra a had, és mi ben vagyunk a fogóban. Wolfer pedig halott. és én most reád bízom a sereget. Te válasz hadnagyokat, és te adj a hadnagyoknak hadat. De egyet végy eszedbe. Nagy dolgot vállaltam, mindennél nagyobbat és ha győz a császár, mindent elvesztettem, amit apám s én építettünk. Tudom, uram. Szólj hát te most! De csanád nem szólt, csak ült s bámult maga elé. A szeme csillogott s villogott, s kezével néha megsimogatta hosszú bajuszát. A király pedig nézte ispányát, de ő sem szólt. Várt türelmesen, amíg nagy időre megszólalt csanád. Négy sereget kell csináljunk. Hirtelen elhallgatott, és megint nem szólt, csak hunyorgott, és húzta, simította bajuszát. Végre bólintott, és szólt. Négy sereget kell csináljunk, uram, s egy sereg menjen a Dunához, S a túlsó parton a Morváig hatud, És szemben áll Bresztislávval. Oda Péter úrfit küldjed, jó lesz oda. Viheti az odavaló ispánokat és várizászlókat, Meg a Huba és Lél törzsek nemzettségi seregét. S menjenek a komeszek is velük, Akiknek ott van a szállása. Verekedjenek magukért. A király bólintott, s folytatta. Egy sereg szembe menjen a császárral, és ez legyen a legjobb sereg, de ebben német ne legyen egy is, mert a páncélos nehéz ott a nyugati gyepűn, ahol most mindenütt felázott a föld. Ezt a sereget magam vezetem. A király megint bólintott. Egy sereg maradjon Győrnél, vagy Tatánál, és ebben a seregben legyen minden páncélos királyi zászló, és az itt való komeszek zászlói, s a kabarok is. Ha valahol baj lenne, ebből a seregből jöhet a segítés. és ennek a seregnek a hadnagya, te légy, uram! S veled legyen az udvarispán, aki kabar, és veled Imre úrfi is. Tovább, csanád! A negyedik seregben legyenek a besenyők, és a túlatiszai fogadott hadak, és nemzetségi zászlók, mert azok a legjobb lovasok, leggyorsabbak, és legszilajabbak mind között. S ennek a seregnek olyan vezért kell adni, aki nálamnál jobban ösmerje a német földet a gyepűn túl. Sebős ispánt gondolod? Csanád szeme összehúzódott, és kezével legyintett. Sebős jó szolga lehet, zászlónak is parancsolhat, de hadat vezetni nem való. Hermán úr bajor, s ösmerős azon a földön. Német uram, s én németet nem küldök a császár ellen. De én Mihály fia vazult akarom, uram. A király két szemöldöke összefutott, és pillantása haragos száját összeszorítja, s úgy a foga közül mondja. Nem tudod, mit akarsz, csanád. De jól tudom, uram. Győzni akarok. S látni akarom Konrád császár és a birodalom egész hadát futni az én uram országából. S ez mindennél nagyobb dolog most, uram. A király hallgatott azután elsimult az orcája lassanként, és felállott. Legyen a te akaratod szerint. De én tudom, hogy baj lehet ebből, és az a baj az én fejemre hullhat, és az országra. Egy hét múlva Konrád császár átlépte Heindburgnál a gyepűt, és betört az országba a birodalom seregével. Nagy sereg volt az, és mindenki bizonyos volt a császár győzelmében. A gyepűnél senki a sereg útját nem állotta. Csak messziről látták a délnek visszahúzódó kopjákat. De a gyepűn belül út sehol, és süllyedős, mocsáros a föld mindenütt. A császár délnek kanyarodott, mert úgy mondták, ott könnyen átkelhet az esőtől megduzzadt lajtán a sereggel és a podgyász szekerekkel. Vígan indult a magyar földön, de lassan, nehezen haladt. És sokszor elakadt a sereg meg a szekerek. A lovakat sokszor úgy kellett kihúzni a sárból. Késő étszaka értek a folyóvízhez, és ott letáboroztatott a császár. Mindenki fáradt volt, és a katonák aludtak, mint a fa, de az étszaka nyugodalomban telt el. Reggel tábort szedetett a császár, és amikor portjái déli irányban magyar sereget jelentettek, átkelt a lajta vizén, és déli irányban ment, hogy csatát álljon. De mire odaértek, ahol a sereget jelentették, ott meg nem kapták azt, csupán sebesen vágtató kopjákat láthattak, s azok is hirtelen eltűntek. Ezen a napon az út valamivel jobb volt, és három mérföldet haladhatott a sereg alkonyatig. Akkor tábort veretett a császár. Harmadnapon megint vizesebb helyen vitt az útjuk, a szekerek minduntalan elakadtak, és sokat nem is húzhattak ki a sárból. Slovak dűltek ki és katonák lovastúl fulladtak a hínáros mocsárba. Sok helyütt fákat kellett dönteni, és hidat rakni a süllyedő földre le. Az előjáró kalauzok sokszor eltévettek, mert az utak be voltak vágva. És sehol egyetlen tanya, avagy ház. Sehol egyetlen ember a földeken. Délutánra pedig a sereget kerülgető kopják is eltűntek. A katonák zúgolódtak és káromkodtak. Este holtra fáradtan értek, táborhelynek való szárazabb helyet, és ott hirtelen letáboroztak. A császár bort osztatott a katonáknak, mert a vizes helyen sok katona hideglelős lett. Aludt az egész sereg, és a tábortüzek mind elhamvadtak. A tábori vigyázók is elszundítottak amikor rettenetes ordításra riadtak az emberek, mintha a földből kelt volna ki, nyakukba szakadt az ellenség, hogy észre nem vette senki. Vágtatva nyargaltak az alvók közé, és üvöltöttek, és ütöttek, vágtak és szúrtak, s ölték, gyilkolták az álmukból megébredt, és zavarodottan futkosó félmesztelen katonákat. S mire egy páncélos lovas sereg tört reájuk, mint kísértetek tűntek el s az üldözők a nyomukat sem láthatták a vaksötét éjszakában. És még nem nyugodott meg a tábor, amikor a másik oldalon támadt triadalom. Ott tört be egy sereg, s mint veszett farkas a nyájban, marcangolt maga körül, szekereket döntött fel, állatokat öldösött le, lovakat hajtott el, és az útjába kerülőket levágta, s megtiporta. És a futkosó Ilyetten kapkodó, készülődő seregre, mint a felleg hullott a magasból a magyarok nyila. A második rohamot is elverték azután, de aludni nem mert a sereg azon az éjszakán. Negyedik nap a rápcához ért a sereg, és megkezdte az átkelést. Eddig nem láttak ellenséget ezen a napon, de amikor a franklovasok, akik előhadul jártak a sereg előtt, már a túlsó parton voltak, egyszerre vágtató had rohant reájuk széles sorokban, és nyilazás után kopját feszített. A frankok hadviselt katonák voltak, és azonnal sorakoztak, láncsát feszítettek ők is, és dörgő kiáltással indították nehéz lovaikat a kopjákra. De mire összeroppantak volna, a fürge ellenség hirtelen kanyarodott, s fordult, s futott is már. A páncélosok a nyomukban, és hiába nyilasztak futtukban vissza reáljuk. Csak sarkantyúzták a lovat, és robogtak, és diadalmasan, vidáman rikkantottak. De egyszerre meglassúdott a futásuk, mert a lovak süllyedni kezdtek itt, ott, és egy-egy el is bukott. A németek megijedtek. S íme, most fordul a futó ellenség, és szembejő velük újra könnyedén vágtatva, és pattan a nyíl is, és fúródik a lovakba, és süvölt feléjük a vad kiáltozás. – Hújjá, hí. vissza! – s fordulnak a frankok vissza. És íme, ott is jő rendben egy másik sereg, és hull a nyíl a szemükbe, és jobbról is, balról is seregek jönnek, és ők állanak egyetlen sűrű csomóban – és fáradtak, és komolyak, és tudják, hogy meg fognak halni. Egyetlen egy sem került vissza a császár seregéhez. Azon a napon Konrád császár kapuvárat foglalta el, amelyik első vára az országnak a gyepű belső szélén. A vár üres volt, és minden ház felégetve, és egy szemgabonát, egyetlen szál szénát, avagy egy állatot nem kapott a sereg a várban. De kin, a vár körüli földeken is, a learatott gabona elhordva, és akit nem tudtak elhordani, annak csak a hamuja volt a szántóföldön. A császár a katonáknak a sereg igás ökreiből vágatott le, hogy ehessenek. De nyugodalmasan aludtak a várban, mert nem zavarta őket az ellenség. Kapuváron őrséget hagyott Konrád, és onnan keletre fordult a sereggel, és egy hétig tartott, amíg a Rábához érkezett. De egyetlen éjjel sem alhattak többet nyugodalmasan, mert estétől hajnalig hol itt, hol ott törtek a táborba a magyari seregek. És napról napra kisebb volt az út, amit a sereg előre haladt, mert az igás állatokat le kellett vágni, hogy éhenne dögöljenek. A szekerek vagy összetörtek, vagy úgy kellett elhagyják őket, a lovak is dőltek ki, és éheztek, és a katonáknak nem volt most kenyerük a hús mellé. Egy napon azt a hírt vette a császár, hogy Bajorföldre és az Osztmárkra sereg tört be, és éget, pusztít, öldös, és senki útjába nem állhat, mert nincsen a tartományban katona. Így érték el a rába vizét, és a víz túlsó partján sereget láttak a fürkészők hadrakészen, és a kapuvári német őrség jelentette, hogy seregjő sietve sopron felől, s a hátukba. Delelt a nap akkor éppen, és a forróság rettenetes. A katonákat sütötte a tüzes vaspáncél, és lihegtek nyitott szájjal, és mindnek orcája behorpadva, és szeme lázasan tüzelt. A katonák ledobták a páncélt magukról, és bújtak a sátrak alá, meg a szekerek alá, vagy a vízparti fák alá, és nyomban elaludtak. Étel se kellett nekik, így telt el a délután. Eljött az este és az éjjel, és feljött a holdvilág. Akkor Konrád császár tábort szedetett, és indította seregét hazafelé. A király kapta csanád úr üzenetét. Fut a császár, s minden sereget indíthatsz a cseh ellen s két nap múlva vágmenti táborában új hírt kapott a király. Vazul úr Vienna várát megvette, porrá égette, s a besenyő zászlók az enszik dúlják a bajor földet. A király akkor parancsot küldött csanád úrnak. Ha kiűzted a császárt, a Fisávizénél vizénél megállj, és minden zászló hazajöjjön, aki német földön kóborol. Egy hét múlva Konrád serege átkelt a Fisavizén, és csanád nem kergette tovább. Német földön pedig nem volt egyetlen zászló sem akkor már, de minden város meg volt dúlva, a falvak porrá égetve, az emberek rabszíra fűzve, állat elhajtva, gabona felégetve, arany ezüst holmi kitakarítva. És Konrád császár seregének fele, ott rothadt szerte a hosszú úton, akit a serege bejárt volt. Csanád úr úgy tiporta meg a nagy császárt és a birodalmi sereget, hogy egyetlen csatát nem állott, és nem vesztett többet egy félzászlónál az egész magyar sereg. Bresztisláv herceg pedig sietve takarodott ki morvából a király serege elő. Bajorország hercege Henrik úr a Freizingeni püspököt küldte a magyarok királyához fényes kísérettel, hogy a békességről tanácskozzanak. István király ajándékokkal küldte vissza a püspököt, és ezzel a szóval. Mond uradnak, hogy a békességet én megtettem magamnak karddal, kopjával. Tudhassa a herceg és az egész birodalom. De ha ő békességet akar, jöjjön hozzám maga személyében, és kérje. A püspök elment, és tavaszra Henrik Herceg, Konrád édesfia jött a magyarok országába, hogy békességet kérjen a birodalomnak, és különösen a maga országának. Vele jött megint a Freisingeni püspök, az osztmárki gróf, és nagy csomó bajor főember. István király Esztergom várában volt akkor, és ott fogadta vendégül a német urakat, és most leült velük tanácskozni a békességről. A magyar király parancsából az Esztergomi érsek, Mihály fia Vazul úr, meg az udvarispán volt a tanácsban. A herceg képében a bajor püspök, az osztmárk grófja és a herceg kancellárja. Két hétig veszekedtek és kérlelték egymást, de semmire nem mehettek. Akkor a király megunta a dolgot, és azt mondta az udvarispánnak. Békességet akarok. Megtudjátok, s megtegyétek. A szót ne szaporítsátok. Abba fia Sámuel úr csóválta a fejét. Megtennők hamar, de vazul úr sokat kér. A német meg keveset ígér. Vazul? Ő nem enged? Az enszig akarja a gyepűt, ahogy az régen volt. Vagy ha a fisáig, akkor az osztmár kivárat, akit Viennának hívnak, roncsa le, és ne legyen ott vár többet. S mit akar a püspök? A püspök adná a gyepűt a fisánál és a morva mezőt, de Vienna vár maradjon, és adnak ezért ezer márka aranyot. Vazulnak igaza van. Mi vagyunk most az erősek. A várat roncsák le, s nem kell az aranyuk. Tovább tanácskoztak az urak, és veszekedtek. És megint eltelt egy hét, hogy semmire nem mentek. Pongrád fia, Henrik herceg jött Esztergom várába István királyhoz, hogy békességet kérjen a birodalomnak és a maga országának. Henrik akkor 15 esztendős volt, és vidám legény. S az esztergomi élet tetszett neki, mert más volt, mint az otthoni, és sokkal vidámabb. Imre herceg meg Péter úrfi, alig voltak nála idősebbek, és ott voltak vazul úrfiai is, és Leventa olyan idős volt akkor, mint ő. Fényes és gazdag udvar volt akkor a magyar királyi, és méltóságos. Gazdag és bőséges a magyarok országa, messze tündöklő a magyarok nemzetségének híre s neve. Mert tágas volt az ország, és népes, és erős, és vitésségben páratlan. Félvenézett István király országa felé minden birodalom és ország és tartomány, és tisztelte a királyt, aki íme összemérte erejét a hatalmas császárral, legyőzte Konrád urat, és kiverte országából a birodalom seregét. S fényes udvara volt Gizella királynénak is és népes főemberek asszonyaival és kisasszonyaival, és voltak ezek között magyarok és németek, olaszok és horvátok, meg lengyelek is. Mert minden urak szívesen adták leányaikat a királyné udvarába, hogy ott tanuljanak és lássanak. Az úrfiaknak nem volt itt hiányosságuk szebbnél szebb asszonyokban és leányokban, és a leányoknak ügyes legényekben, akik számosan voltak a király testőrző zászlójában és páncélos német zászlójában. A király akkor 57 esztendős volt. Haja ezüstösen szürke, és szürke a bajusza és szakálla is. Orcája sovány és barázdás, válla kicsit roskadt, és ha esős, szeles, hűvös idő járt, fájt alába. Szürke szeme nézése komoly és szigorú. De jóságos szeríden is tudott nézni a szeme. Hanem ezt ritka ember láthatta, és a ritkán. Gizella királyné erős volt és egyenes állású. Az ő haja is szürke, és nyerekbe nem igen ült már, inkább szekérrel járt, ha kellett. És ha nézett valamit, összehúzta szemét, mert nem látott messze s jól. Ő maga komoly volt de szeretett vidám asszonyok s leányok között ülni, s hallani tőlük mindenfélét. Tudott magyarul, de inkább szerette a német beszédet. S most, hogy bajor vendégek voltak Esztergomban, és a tanácskozások csak vonszolódtak hétről hétre, megbiztatta az urakat, és sokan közülük leúztatták a Dunán asszonyaikat, fiaikat és leányaikat is. S a király azt mondta, úgy hívjál vendéget, hogy mind sírva menjen majd haza, s megemlegesse, amíg él a magyarok királya vendégségét. Ezért semmi költséget ne sajnálj, mert dicsősége ez a királynak, és haszna az országnak. Szépséges tavaszi indulás volt akkor, ragyogott, zöldelt minden és a szelíd szél ibaja illatot hozott az erdőről, és savanykás földszagot. Húsvét nagy hete volt, és szerdán megérkezett Marosvárából Gellért püspök. A püspök jó hírekkel jött a tartományból, és a király jókedvű volt, mert minden papjánál jobban szerette ezt a papot, ki szent ember volt, de vidám lelkű és tréfás szerette az emberek társaságát és az asszonyok társaságát is, meg az ifjakét. Azon a napon a király a püspök tiszteletére vendégséget parancsolt. Estebéd után tehát a palotás házban, s asztal mellett maradtak mind az uraks asszonyok. Az urak bort ittak, az asszonyok közül is sokan, és síposok jöttek meg hegedősök, és zenéltek meg daloltak mindenki vidám volt. S a bajor püspök jókedvűen panaszolt a gellért papnak, hogy ők úgy látszik soha a békességet meg nem tehetik, mert a magyar urak igen sokat akarnak kapni. Így hát ők itt maradnak a magyar királynál, akár túsznak is, mert jó helyük ez nekik, s addig háborúság úgy sem lesz, amíg a túszok itt vigadnak. Gellért püspök nevetett, és a királynak szólt. Hallottad, uram, mit mond a püspök úr? De te rosszul takarítasz így az országnak, mert ezek nem bolondok, hogy odaadják neked a maguk tartományát, inkább itt maradnak maguk is a te országodban, és késznak, kiesznek mindenedből. Akkor meg hiába győztél. Mind kacagtak. A király is elmosolyodott, és azt mondta. Nem én vagyok az oka, ha a bajor herceg és urait tönkre eszik és isszák az országot. De az én vazul atyám fia, aki nem akar alkudni. Igazé, vazul! Mire vazul úr azt felelte. Igaz, uram! De ne félsd országodat azért, s ne sajnáld ételedet és italodat a némettől. Hadd lakjanak csak jól! S ha majd megunjuk itt őket, békesség nélkül is elmehetnek tőlünk. De akkor elmegyünk mi is az ő országukba, és azt takarítjuk ki, mint tavaly is, és azelőtt is. De akkor majd nem tanácskozunk, hanem parancsolunk. A magyar urak erre még nagyobbat kacagtak, de a németek most hallgattak, és komoly volt az orcájuk, és aggodalmas. A királyné pedig haragos szóval mondta ne hallgassatok rá, mert bor beszél belőle. S a magyarnak az a természete, hogy ha iszik, nagyobbat mond, mint amit bír, s a pogány annál is többet. Németül mondta ezt a királyné, és halk szóval, hogy ne érthesse Vazul, aki messze ült tőle. De Vazul úr meghallotta, és megértette a szót. Csak elveresedett, nyelt egyet, s a kupát, akit emelt már letette, hogy az nagyot koppant az asztalon. S fekete szeméből, mintha lobogó szikra pattanna a királynéra. De hangja folytott volt, és a szó, mintha akadozott volna, amikor mondta. Nem vagyok ittas úrasszonyom, s amit szólottam király kérdezésére, senkit nem bánthatott. Nem gondoltam vele, hogy neked atyád fia a német, aki múlt esztendőben pöffeszkedve jött országunkra, és azután úgy takarodott ki, mint megvert koszos ebb. S lám most békességet kér, akit ő borított fel. Nem gondoltam vele. De bántani téged, asszonyom, nem akartalak. S nem bántottam soha a te hitedet, mert nem az én dolgom az. S te most bántod az enyémet, pedig nem ösmered. S bántod a magyart, pedig egy magyar is téged, úrasszonyom, soha nem bántott, és soha rossz szót rólad nem mondott, mert te a mi királyunk felesége vagy. De igaz, és nem tagadom, a németet nem szeretem mert eleimről maradt reám, hogy a mi magyari nemzetünknek egyetlen nagy s örök ellensége a német. és az én eleim, a te uradnak, az én királyomnak is elei, Árpád vezértől. Vazul úr elhallgatott, és most mindenki moccanás nélkül ült a helyén. A királyné orcája pedig megfehéredett, mint a meszelt fal, és fel akart kelni helyéről, és szája is szóra nyílt, de a király rá pillantott, és a királyné csak ült most, és hallgatott. A király pedig akkor Imre herceghez fordult. Emlékezhetsz, hogy Gellért pap, amikor nálunk volt még, szerette mindig az őszpecsenyét. Jól pácolvas, fűszer számozva. Gondolom, most is szereti. Slám, itt van nálunk, és ünnepjön. A püspök pedig éhes lesz az ünnepen, mert tudom bőjtölni fog előtte. És nem tudom, hoztak-e a vadászok őzet. De nem szeretném, ha fiam tanítója azt mondaná, hogy az ő tanítványa nem becsülte meg. A király felemelte kupáját, és a vendégekre köszöntötte. Azután felállott, és a királynéval együtt kiment a palotás házból. Másnap reggel a király Vazul urat parancsolta magához, és ezt mondotta neki. Húsvét ünnepe jön, és békességet akarok az ünnepre mindenkivel. Azért mondom neked, hogy ma az meglegyen a császárral is. Hadd épüljön az ő várukot Viennában, nem félek tőle. S miénk legyen csak a morva mező, és a föld a fisáig, s ami aranysarcot a császár ád, csanádé legyen az, és a tiéd. Te akarod, s úgy lesz. és nem volt dél, amikor az udvarispán jelentette a királynak, hogy kész a békesség a császárral. Jól van így, mert olyan békességet akarok, akit ne akarjon borítani a császár. S mond az uraknak, hogy húsvéti ünnepen itt maradjanak, és megisszuk az áldomást akkor. Tudja-e már a békességet a bajorok hercege? Nincsen itt, uram. Hajnalban vadászni mentek az úrfiak, s még nem jöttek meg. Igaz, a húsvéti őzet kergeti Gellért papnak. S mosolygott a király jókedvűen. Dél lett és az urak és asszonyok mind bégyülekeztek a palotásházba, s csak a herceg és az úrfiak hibáztak. Aztán béjött a király és a királyné, és oda mentek az asztal fejéhez. És a király azt mondta, az úrfiak vadászni mentek, s nem várjuk őket. Mindenki az asztal mellett a helyén állott, és Gellért püspök mondotta az asztali áldást azután leültek, és az asztali szolgák hozták tálakban az ételt, és letették sorjában a vendégek elé. Akkor nyílott az ajtó, és belépett rajta vazul fia Leventa. Süveg nem volt fején, és haja izzadt és csapzott, ő maga poros és szennyes, s orcája riadt. Megállott az ajtóban, és mindenki reá pillantott egyszerre, a király pedig haragos volt, és bosszúsan szólt. Ittas éj a legényke, hogy mocskosan ide béjön. Vazulfia Leventa pedig csak állott az ajtóban, és a szemet tágra nyitva, és a szája reszketett. A király felállott most, és az ő orcájából is minden szín lassan eltűnt. Az Istenért, szólj hát! S most vazul fia Leventa, Mondta szaporán, s hadarva a szót. Uram király, meghalt, Imre herceg meghalt, Felhasította a vatkan, és ide elhoztuk. De meghalt, uram. Imre halott testét koporsóba zárva, még azon az éjszakán szekérre tették, és Fehérvárra vitték. A király úgy parancsolta, hogy ott temessék el az ő fiát, abban a négy tornyú kőtemplomban, akit ő építtetett, hogy majd egyszer ő nyugodjék benne elsőül. S íme az Úristen másképpen akarta mert ő a kriptában már csak második lehet, majd egyszer, a fia mellett. A király lóra ült, és mind az egész udvar. És a vendégek a királynéval együtt, ki lóháton, ki szekéren, ment a koporsó után Fehérvárra. Ünnep első napján délután temették el a herceget. És gellért püspök sírt, mintha a maga édes gyermekét temette volna el. De a király állott egyenesen, és orcája olyan volt, mint a kőbálvány. És a királyné sem sírt már akkor. Temetés után a Palotásházban, sorban járultak a király és királynéhoz, mind a vendégek, az ország béli papok, s magyari urak, meg komeszek, s udvarbéliek az asszonyokkal együtt, hogy köszöntsék a gyászba borult szülőket, és búcsúzzanak tőlük. S elsőül a bajor herceg lépett a király elé, s Henrik herceg szeméből peregtek a könnyek, amikor Némán meghajolt István úr előtt, és sírt, amikor a királyné előtt meghajolt. Azután a püspökök, s papok köszöntötték a királyt és királynét, és mondottak néhány vigasztaló szót. A király mindenre csak bólintott némán, és állott, és az orcáján egyetlen kicsi vonal nem változott, mintha kőből faragták volna azt ki. Így jöttek sorban mind az urak és asszonyok, és jött a sorban Vazul úr is, meg a felesége köszöntötték a királyt, és a király bólintott. De amikor a királyné előtt meghajoltak mélyen, az félrefordította orcáját, és elfordult tőlük. Kál úr leánya elfehéredett, és mintha tagló csapott volna a fejére, megroskadt. Vazul pedig megtorpant, fellobbanó szeme a királynén, s mintha reá akart volna ugrani. Azután csak megfogta felesége kezét, és miközben húzta magával, azt mondta. Gyere, s ne szégyenkezz! Bajor Gizella királynét csupán, de te eljövendő király édesanyja. S jöttek azután a többi urak és asszonyok sorban. Köszöntötték a királyt és királynét, és búcsúztak. Aztán egyszer vége lett az emberek elmentek, és egyedül maradtak a király meg a felesége. Fáradtan, összeroskadva ültek a kicsi hálóházban, egy széken a király, s máson a királyné. Szemben ültek egymással, és hallgattak. Lassanként reájuk ereszkedett az alkonyat szürke homályossága, és azután az éjszakai sötétség. Nesztelen lépésekkel jött be egy szolga, égő mécset hozott, és a mécs lángjával meggyújtotta a viaszgyertyákat. Azután, ahogy jött, nesztelenül kisuhant, mint a kísértet. A két ember talán észre se vette, csak ült tovább, és hallgatott. Egyszer pillantott csak fel a királyné, nézte ura kővé merett orcáját, s azt mondta. Vatkannál veszedelmesebb, csak a pogány. A király, mintha nem hallotta volna a szót. Ült tovább a székben, mint a kőbálvány. Éjfélt kukorékoltak a kakasok, amikor a királyné felállott, és ment, és lefeküdt, és elaludt. De István király tovább is ott maradt a székben ülve, és ott ült akkor is moccanás nélkül, amikor napkeleten megpirkadt a hajnal. Három nap múlva királyi testőrzők érkeztek Mihály fia Vazul úr Sárréti udvarára, s az urat otthon kapták. Velencés Péter úr pedig, aki a katonáknak parancsolt, király parancsából megfogadta, lóra ültette, és azután közre fogva vazul urat, elrobogott vele a testőrzők élén. Az asszonyt nem bántották, és a fiak nem voltak akkor otthon. Vazul urat nyitravárába vitték, s ott tömlöcbe került senki soha semmit nem kérdezett tőle, s nem mondott neki semmit. De Vazul úr tudta, miért került tömlöcbe, és tudta azt sok ember akkor az országban. Fiait azután se bántotta senki, s azok anyjukkal ott maradtak a sárréti szálláson. Nem mozdultak,

fehér volt István király haja, és ezüst színű a bajusza meg a szakálla is. Az országot nem járta többet, és várából alig mozdult ki. Lóra évek óta nem ült már, de fájós két lábával sokszor feküdt ágyban, s mind gyakrabban és hosszasabban, ahogy az esztendők múltak felette. Az emberek ritkán látták, és még az udvarbériek is ritkán hallották hangját. S ha valamit parancsolni kellett, vagy rendelkezni, udvarispányának szólott, és király szavával az parancsolt az országnak, és rendelkezett. Seregvezető hadnagyául Velencés Péter urat tette, de nagy háborúja nem volt az országnak, mert a magyarok királyával mindenki békességben kívánt élni, és senki ellenség országgyepűjét átal nem lépte. és benn az országban is békesség volt, és nyugodalom. Egyetlen egyszer mondotta Péter úr a királynak. Erdő elve nem a király tartománya még, amíg a gyulafiak ott vannak, sparancsolnak. De a király elvágta Péter úr szavát. Békesség van ott, és azt senki fel nem boríthatja büntetlenül. Minden esztendőben, nagyasszony napján, törvénynapot tartott a király, s ítélt akkor azok felett, akiket az ispánok királyi széke elé parancsoltak. Szorgalmasan és fáradást nem sajnálva vizsgálta meg a panaszokat. Sokat értett és tudott, kevés szóból is, és keményen, rideg igazságossággal ítélt, és nem volt kegyelem a vétkesnek, és irgalom nélkül sújtotta a bűnöst. S nem volt különbség előtte szegény és gazdag között, és kicsi meg nagy között, de megvédelmezte az özvegyeket és árvákat. Nem járta az országot többet, és nem látták többet a tartományok és népek, de ő fogta, s szorosan fogta a féket, szorította az abolát keményen tartotta a rendet, s nem hagyta azt borulni, de ha csak kicsit is bolygatta azt valaki, nem tűrte. Mindent megtudott, s mindent látott, és ökle azonnal lecsapott, s pontosan és kérlelhetetlenül oda, ahová kellett, és senki meg nem menekült, és senki azt ki nem kerülhette, és senki meg nem mert mukkanni, és senki piszenni nem merészelt király törvénye s országrendje ellen. Azután eljött az idő, hogy István király nem tudott ágyából kelni, és lábára állani egy álló esztendeig. S akkor Gizella királyné Esztergomba utazott, és sokáig tanácskozott Anasztáziusz érsekkel, mire az érsek Fehérvárra jött, király látására. S hogy meglátta a királyt, azt mondotta a királynénak. Igazad van, asszonyom, a király nem sokáig élhet, s én beszélek véle, mert pásztor nélkül elszéled a nyáj, de ha rossz a pásztor, elpusztul a nyáj. Beszélt a királyjal titkosan, s egy hosszú délutánon keresztül, és senki abból nem tudott meg semmit de sápat volt az érsek, amikor a királynétól elbúcsúzott. Gyenge a király testében, asszonyom, de erős lelkében, és jobb szolgálja Krisztusnak, mint mi, s többet áldozott az úrnak, mint mink mindannyian. Mást nem mondott az érsek, és visszament Esztergomba, s a király sem mondott Gizellának semmit. Nyári törvénynapok előtt való hétre a király magához parancsolta az esztergomi érseket és Bajor hermánkom ezt. A túlatiszai tartományból Gellért püspököt és Csanád ispánt, és amikor ezek mind ott voltak Fehérváron már, tanácsba szólította magához még a királynét és Velencés Péter urat, meg az udvar ispánt. Széles és mély székben ült a király nagy, puha párnák között, és betakarva magosan puha és vastag gyapjú takarókba. Az összeszáradt, megrokkant betegembernek csupán csak a barázdás sárga orcája látszott ki, s csak fáradt, szürke szeme élt és csúszott lassú, komoly pillantással egyik emberről a másikra, aki most ott ült vele szemben, és aggódva, kíváncsian és ravaszul meg figyelemmel mind őtet nézte a király szava is lassú volt és halk, amikor megszólalt. Hívattalak, mert tudom, itt az ideje. Az úr engem elszórít nem sokára, és ti itt maradtok, és itt marad ez ország, akit én immár már harmincnyolc esztendeje építek. Sokat töprenkedtem, és sokat imádkoztam, és nehéz volt a töprenkedés, meghiggyétek, mert senki abban nem segíthetett nekem, és tanácsot nem adhatott. Most pedig azért hívattalak, hogy gondolkozzatok, és töprenkedjetek. Ki legyen utánam, országura, aki megtartja azt, és tovább építi, megtetejezi, mit én építeni kezdettem beszéljetek, s ne legyen titkotok, s egyenesen szóljatok, mert felelni fogtok az erős és igazságos Istennek ezért. Komolyan ültek az emberek, és sápadtam mind, és a szívek dobogtak kegyetlenül most. S tudták, hogy a király szeme rajtuk, és úgy érezték, beléjük lát. S voltak, akik belébámultak most a levegőbe, voltak, akik a földre sütötték szemüket, s voltak, akik titkosan jobbra és balra pillantottak, hogy egymást lássák meg. De Csanád úr egyenesen a király szemébe nézett, s szólott. Miért töprenkedjünk, uram? A törvény parancsol, s a törvényt te ösmered, nagy úr. Minden szem egyszerre fordult az ispánra, és ijettség volt a szemekben, vagy borúság, és kegyetlen harag, mert mindenki értette a szó értelmét. Csak a király szemében nem volt más most mint figyelem. S mondta: Mond a törvényt, csanád, aki parancsol. Árpád fiak maradéka legyen a király. Ez a törvény, akit eleink hoztak régen és megtartottak. István király bólintott. Úgy van, hallottátok. Ez a magyarok régi törvénye. Hallgattak, és kegyetlen és irgalmatlan volt a csend. Akkor megszólalt Anastasius érsek, és azt mondta: Amit Csanád ispán mondott, az a magyarok régi törvénye. És az jó törvény volt akkor, és erős volt. Úristen törvénye parancsol nekünk most. S megint szólt a király. Mond a törvényt, Anasztásiusz, aki most parancsol. A király keresztény legyen, uram. István király bólintott. Úgy van, hallottátok ezt is. és én ezt a törvényt tartottam eddig. Most Gellért püspök szólott. Akkor teljesítsd bé most is, uram, az Isten nevében. Akkor pedig lángba borul az ország kereken, tudom, mondotta a csanád ispán. Tudta mindenki, hogy csanád igazat mondott, és néztek rá és néztek a királyra, de a király orcája változatlan volt most is, s szája szorosan összeszorítva. De a királyné hirtelen csanádhoz fordult, és a hangja éles és haragos. Lázadásról beszélsz, csanád! Te is? Csanád a királynéhoz fordult, és komoly szemmel pillantott rá. Arról beszélek, nagyasszonyom, amit tudok. S megmondom, mert a király őszinte szót parancsolt. S megmondom most, hogy ha nem a magyarok törvénye szerint való lesz a király, akkor tűz és vér borítja el az országot, és a tűzben és vérben a német elfullad, és úgy lehet a Krisztus egyháza is. A király pillantása sorban végig szállott az embereken, és megállott az érseken. Akarjátok ezt? Nem, mondotta Gellért püspök. Mit akartok hát? Akkor az érsek felállott, és így mondotta. Legyen a magyarok törvénye szerint, de keresztény legyen Árpád maradéka. A király előre hajolt, úgy nézte az érseket. Tudod, mit mondottál? Tudom. S vállalod az Úristen előtt is? Mindent vállalok, Uram, amivel szolgálom az én hitemet. A vérontást is vállalod, pap? Ha békességet tehetek azzal, és építhetem Krisztus Egyházát, a magam vérét szívesen adom. S ha csak úgy tarthatom meg a keresztény életet, kiontom a pogány vérét. Te mondád, pap s így akarjátok-e ti is? Némán hajoltak meg a király felé mind. Elmehettek. Ahogy a királyházából kijött, Csanád főlegényét parancsolta. Nyergelsz tüstént, és repülsz sárközre a vazulfiakhoz. Fossanak ez országból, sebesen és megállás nélkül, különben el nem kerülhetik a halált. És senki embernek erről nem beszélsz, különben te is meghalsz. Az udvarispán pedig sebős ispánt parancsolta a várba, és három nap múlva az ispán nyitravárába lovagolt és Mihály fia vazul úrnak, akkor ólmot öntöttek a fülébe, és két szemét kiszúrták. Amikor a királyi katonák a vazul fiakat keresték halálra, azokat nem találták szállásukon, és sehol nem találták, mert azok kifutottak idejében cseföldre. A törvénynapokra pedig Fehérvárra parancsolta Péter úr a királyi zászlókat mind, és a komeszeket is minden fegyveres zászlóikkal oda parancsolta. S mikor szokás szerint a püspökök és apáturak, meg az ispánok és udvari főemberek, a komeszek és a magyari törzsek urai, meg a nemzetségi főemberek mind együtt voltak a király palotásházában, István királyt is behozták ágyastul oda. De a király nem szólt hozzájuk, hanem az udvarispán állott a király ágya mellett és szólt. Az úristen akaratából, a mi urunk s királyunk íme meggyengült az ország dolgában, és seregélén többet nem lovagolhat, országban többet nem utazhat, és tanácsban sem ülhet előttetek. Tudjátok, hogy az ő édesfia imre herceg halott, s apja helyett ő nem munkálhat. Ezért a mi úrunk fia helyett fiának vállalta az ő testvérhúgának fiát, Péter herceget. És király képében s akaratából, ezentúl ő lovagol előttetek, és ő parancsol, és ő osztja az igazságot. De mert Isten akarata akármelyik percen elszólíthatja beteg urunkat a -e világból. A király akarata, hogy halála után az ő öccsét, akit fiának vállalt, mintha édes gyermeke lenne, vállalja királyul az ország. Az Úristen törvénye szerint, mert jó keresztény, és eleink törvénye szerint, mert Árpád vezér maradéka. Akkor az udvarispán Péter úrhoz ment, meghajtotta magát előtte, és odavezette a magas hátú aranyos székhez, aki a király ülőhelye volt a törvény napokon. S mind a német komeszek dörgő újjongással kiáltoztak. És azután az ispánok és a többiek is mind újjongva köszöntötték István király új fiát, Velencés Péter urat, és hűséget fogadtak neki, jövendő királyuknak. De mind tudták, hogy István király ott hallgatja és látja őket, És a vár tele van a király katonáival. Azután a beteg királyt ágyastul visszavitték házába, S nagy csendesség lett egyszerre, És megsötétedett a palotásház, Mert fellegfutott a nap elé, És messziről megdördült az ég. Egy hét múlva kiürült vára, az urak hazamentek, és a had is eloszlott. megint törvénynapra gyülekeztek Fehérvárra országurai. István király pedig halálosan beteg volt már, és mind az egész ország tudta, hogy meg fog halni. A törvénynapot elvégezték. Péter úr a panaszosoknak igazságot adott, és a vétkeseket megbüntette. S délután volt, amikor Gellért püspököt szólította ki a tanácsból a királyné azzal, hogy tüstént a királyhoz jöjjön. Gellért püspök felállott, s ment, mire Péter úr is felállott székéből, és levette a süveget fejéről. Urak, a törvény napnak vége most, mert a király ajtóján most kopogtat a halál. Mind felállottak ültükből az urak, és mind levették a süveget fejükről. Péter úr pedig tovább mondta, és most gyertek, urak, mind én velem, s menjünk a királyhoz, hogy lássa az országot, és búcsúzzunk tőle. Azzal Péter úr elindult hajadon fővel, és a papok és ispánok meg urak mind utána mentek a királyháza felé. S nem tette fejére senki a süveget, és csendesen léptek, és szótalanok voltak mind. Ágyán feküdt a király, és feje magasan feltornyozva. Orcája sárga, mint a halál, és két keze a takarón, és csupa csont és bőr csak. De a szeme nyitva, és él, és néz, és lát. Még reggel meggyónt az érseknek, és megkapta a feloldozást, és megáldozott. Azóta szót se beszélt senkivel, s nem evett, nem ivott semmit, és nem mozdult, még a kezét sem mozdította. A házban még ott ült egy székben az ágy mellett Gizella királyné, és egy barát is imádkozott ott Némán. És most délután megszólalt a király, s mondta. Gellért pap, adja fel nekem a halottak szentségét, mert tudom, hogy nekem most mennem kell akkor hívatta ki a királyné Gellért püspököt a tanácsból. Gellért püspök áll az ágy mellett, és rajta a miseruha, és felül azon viola színű stóla. S kanonokok vannak még ott, és a királyné. S ott áll már akkor Péter úr is, meg az udvarispán, püspökök és apátok, és az urak közül Hermán és Konrád, meg öreg Hunt úr, és Altman egy csomóba és Csanád úr is ott van, meg az Esztergomi szolnoki, a Pozsonyi és Biharvári ispánok, aztán Vata úr és Csáknembeli László, Bicskenembeli Jakab, Miskolc fia Márkus, Viske úr és mások, akik befértek a házba. De a nyitott ajtó megett, ott állottak a többi urak szorosan és némán és mozdulatlanul, és néztek, és hallgattak mind az ajtó felé. Az ágy mellett a püspök előtt kicsi asztal, és egy papjő, és az asztalra edényt teszem. Abban szentelt olaj van, és más edény is van az asztalon, és abban szentelt víz. A püspök kezében vékony ágakból kötött pemete, és most megmártja azt a szentelt vízben, és meghinti vele a királyt. S azután keresztet hint szerte a házban az emberek felé. És közben imádkozik, és a papok is vele imádkoznak latinul. Azután leteszi a pemetét a püspök, és megint latin szóval kér minden szenteket, hogy űzzék ki az ördögöt a lelkében immár tiszta ember halódó testéből. Az Atyának, fiúnak és szent léleknek nevében. Ámen. Most hüvelykujját bemártja a szentolajba, és keresztet von az olajjal a király két szemére, úgy keni meg, s imádkozik. Egy pap akkor fehér vászonkendőt nyújt a püspöknek, és az letörli újjáról a szent olajat. A vászonkendőt aztán más pap veszi el, s tűzbe veti, aki most ég a tűzhelyen. A püspök hüvelykujját most újra az olajba mártja, s imádság közben megkeni vele a király két fülét s letöröli újra az olajat friss vászonkendővel. Azután sorban megkeni a király orrát s száját, azután a két kezet tenyerét, és végül a lábakat is megkeni. És mindig imádkozik, és a végén irgalmasságot könyörög az Istentől a királynak. Azután letérdel az ágy mellett, és mondja a királynak. Imádkozzunk, Uram, és könyörögjünk. És imádkozik és könyörög, és a király ajkai suttogva mondják vele az imádságot. Azután feláll, és a szolgáló papokkal együtt kimegy, és mindenki látja, hogy sír a püspök. A király hunyt szemmel fekszik most. Mellette az orvosbarát áll és fogja az egyik keze csuklóját. És mindenki áll, és nézi a királyt. És látja mindenki, hogy a takaró csendesen emelkedik és süllyed a mellénél. A királyné lép oda most nesztelenül, és a baráttól kérdez valamit, mire az visszasúgja. Alszik, asszonyom. A külső házban mozgást támad, és egy ember jön, aki csanádnak súg valamit, aki az ajtóban áll. Az ispán megsápad, aztán lábújhegyen odamegy Péter úrhoz, és súgva mondja neki. Uram, most kapom a hírt, Erdőelvi Zoltán úr meghalt, és a tartományban a gyulafiak parancsolnak most. Súgva beszél csanád úr, és egy perc múlva mindenki tudja mégis, hogy mit mondott és a mozdulatlan emberek megéletnek egyszerre. És suttogást támad, meg nyughatatlan mozdulás, mint amikor szellő suhan által a lombos erdőn. Vata úr mellett Miskolc emberi Márkus úr áll, és ennek dörmögi oda Vata úr. Hallottad, Márkus? és mi itt állunk csak, és holnap talán koronát teszünk egy taliján fejére, és esküt adunk neki országostól de én nem leszek ott. S Viske úr súgja a szomszédjának. E királyt uraltam, mert vérünk volt. De meglásd, ez a korcsvérű elad minket olcsón a németnek. Mire az visszasúgja, akkor mehetünk, s hozhatjuk a vazulfiakat. Azokból három királyunk is telik, s mind magyar. S a királyné akkor mondja Hermán úrnak. Nézd, atyám fia, e pogányokat! Vajon mit főzhetnek? Péterre morognak s reánk bizonyosan, de a héten koronát teszünk az úr fejére, és a király korbácsától majd szelídülnek, tudom. Kemény ember Péter, s kemény király lesz, tudom. Akkor az érsek körülpillant összevont szemekkel csendben legyetek urak, s ne háborgassátok a királyt. A sugdosás és mormolás megcsendesedik és elhal, s áll mindenki megint mozdulás nélkül, s némán. S íme egyszerre döbbenve látják mind az emberek, hogy kinyílik a király szeme, s néz ide-oda, s akire reápillant, annak megsápad az orcája, mert idegen szem az, aki most a király orcájából néz, s a halál pillantása. Aztán nyílik a király szája, és mindenki megsápad most, mert idegen a hang, aki a király szájából szól most suttogva. Hallok s látok mindent, és nehéz megnyugodnom, pedig megfáradtam. Mert nehéz volt az építés, akit rám parancsoltál uram, s iszonyú. A kereső szemek megállapodnak, és meretten néz a király most előre, s a hangja erősödik. Véres építést parancsoltál nekem, úristen, s én nem irgalmazhattam, s te se irgalmaztál nekem, Istenem! koppánynak halni kellett, s ajtonynak, tanúzobának is, s az utolsó vazul volt. S ez volt a legnehezebb, uram! Kiabált már a király, és ült ágyában, és írtózva hallgatta mindenki a nehéz szókat. De én a gyermekeket adtam, s Imre volt az utolsó, s az volt a legnehezebb terű uram, amit rám tettél, s mindent te parancsoltál, és ezért nem lehet igazság a csanádnak. S én hiszek neked, s irgalmazzál nekem! Istenem! Mintha most megpattant volna valami. Egyszerre elhallgatott a szava, és hátra esett ültében a király. De a szeme nyitva maradt, és a szája is nyitva, és aztán nem moccant többet. És semmi nem moccant. De minden, mintha megmerett volna. S a dermet, csendet Az orvosbarát szava törte meg. István király meghalt.